Na, és látszódik is a játék. Mi karate? Lehet, hogy régen voltál itt nálunk, csak más néven? És nagyon gondolkozom, hogy miért kívántál sok boldogságot a két évéhez a csatornának. Nem értem. Nem értem, hogy jött ez most. Inkább később, mint soha. Ja, jó moka volt-e közben a kisrác, meg ja, ott bőgött valószínűleg. De jó, de nem tudjuk, hogy kisrác volt-e. Lehet, hogy egy hölgy volt. Lehet, hogy egy idős hölgy. Az még rosszabb. Úristen. És tudjátok, holnap jön majd a Teach-ban, mert közvetítettük, ahogy szétrontjuk valakinek a játékát. De annyit nevettünk közben. Hát ő valószínűleg nem annyira. Bár egyébként egészen funny volt, ahogy tényleg. Tehát nem is értem, hogy a kezdőhelyen mit csinált egy troll. Hogy bementem az erdőbe, konkrétan egyből ott volt egy troll, és hátra arccal. Az első hülye gondolatom az volt, hogy hé, mi lenne, hogyha ráhúznánk a bázisára, és tényleg megcsináltam, pedig nem kellett volna, nem lett volna szabad. De aztán, ahogy szétverte a házat, ugye nagyon szépen este ki a fa gerendák belőle, azokkal a gerendákkal valami tákolmányt gyorsan visszaraktam, csak hát a troll ugye folyamatosan azt is szedte szét, hát mindegy, próbálkoztunk azért. Síri kapja a bant, nem te. Ja, milyen igaz, milyen igaz. Nem konkurens, nem, de hogy is semmilyenünk nincs. Á, de azért funny volt, na. Idős néni első barátkozás a játékokkal. Nem, hát mondom, 10 perc, 15 perci munkája lehetett benne. Hát volt egy fal, meg egy ilyen tető ív konkrétan, tehát semmi nagy dolognak. Tehát így nem az van, hogy mit tudom én, egy ilyen vára volt már tele cuccal, hanem tényleg... Szerintem az első 10 percben volt még. De azért funny volt. Na. Viszont ami kevésbé lesz funny, az ez a játék, a Sea of Solitude. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Le fogom nektek majd magyarra fordítani, miközben játszunk vele. Lehet, hogy nem is kellene mondanom semmit. Elég dárkos témája van. Inkább csak elindítom, jó? És nézzük. Now loading? Várj, új játék. Igen. Oké, már is kezdődik. Egy teljes végigjátszás lesz ma este. Szóval ne lepődjetek meg, hogyha az elétől a végéig menni fog az egész. Egy kicsit csökkentek a hangerőn, de... Oh. Azt hiszem, hogy ezzel sikerült bezárnom. Jó, a billentyűzetemen van egy ilyen kis tekerentyű, egy scroll, amivel a hangerőt lehet csökkenteni. Ezt most így letekertem, erre bezárt a játék magát, ezt nem tudom, hogy történt. Na mindegy. Oké, indítsuk el. Szafogassad, faszkalap! Nyugodjál meg, te szemétláda, biztos, hogy te csináltad, és nem a scroll. Biztos vagyok benne, Mokibot, hogy te voltál. Bekerem a segged VD40-nel. Elnézést, bocsánatot kérek a robotom miatt. Néha így csinál, és ilyenkor lehet tudni, hogy rosszban van. Tehát, hogy csántikál valamiben. Még egyszer. Oké. Okay. Start game. Mi ez a hang? Miért van így beakadva? New game. Ebben a játékban érzékeny témák vannak, amit talán stresszesnek találnak a játékosok. Igazság szerint mentális és ilyen... Hát ilyen emocionális jóléttel kapcsolatos dolgokról van benne szó. Nem úgy van ez kitalálva, hogy professzionális tanács, vagy pedig valamilyen vezetés, vagy hogy mondjam, tehát ilyen vezető dolog legyen az életünk számára. Ez a játék egy személyes projekt a magányról, amit a saját tapasztalataim inspiráltak, és hát más real life, tehát ilyen igaz életbeli történetek. Kay kalandja arról szól, hogy mit jelent embernek lenni és élni az életnek a fentjeivel és a lentjeivel. Cornelia Geppert. Megnyomom a start gombot. I'm still trying to piece it together. Még mindig próbálom összerakni, de nem tudom. I'm completely torn apart. Teljesen szét vagyok szakítva. I have family. Van I have családom, friends. Vannak barátaim. Yet here I am. És mégis itt vagyok. Feeling lonely. Magányosnak érzem again. Magam újra. What is wrong with me? Mi lehet a baj velem?
Annyira belefáradtam, annyira rohadtul fáradt vagyok. Kell, hogy legyen egy kiút innen. Meg akarom változtatni. Változtass meg! Kiáltja Kay. A lány, akiről valószínűleg szó lesz. Lehet, hogy azért számolt el Paradicsom, mert sok hónapra fizettél elő, nem? Valami fél évre, vagy valami... Hogy is volt, vagy három hónapra? Lehet, hogy ezt így... beleszámolta abba. Hol vagyok? És miért van ilyen sötét? Egy fény? Talán végtére is nem vagyok teljesen egyedül. Oké, grafikailag. Ezt hívtátok a múltkor ilyen stilizáltnak? Lehet, hogy szükségük van segítségre, közelebb kellene mennem. Egészen jó. Ez a víz téma is. És tök jó, hogy lehet kontrollerrel irányítani. Közben ő maga is sötét, igen. Ideje lenne epilálni, milyen gonosz vagy már. Ott van valami kis, olyan, mint a Peter Pan sztoriból, a Hookból, Hook kapitány történetéből, ugye, a Gilling-galang, nem? Hey, jól vagy? Hey! Már megint itt vagy. Honnan tudod, hogy ki vagyok? Milyen buta kérdés. Tessék, van egy ajándékom számodra. Vigyázz magadra, ezt mondja? Légy biztonságban. Játszotta Alexa is? Igen, azt mondom, hogy ott nála láttam 3 percet belőle. Wow! Nem láttam a napot. Már nem is emlékszem mióta. Így már jobb. Készen állsz, Kay? Wow, nézd, a tengerszintet csökkenti a kis... valami tündérszerű lány. Szia, Krincien! Szia mindenkinek! Wow, ezt hogy csinálta? Biztos, hogy ezt az egészet csak képzelem. Tudom, hogy kit keresel, énekli a kislány. Mi? Kire gondolsz? Haha, nem mondom meg. This flare belongs with you. Ez a fákja hozzád tartozik. Now you can use it too. Most már te is tudod használni. Shoot it. Gyerünk! Lőd ki, mondja. Melyik gombbal? A left triggerrel, oké. Okay. Let's go, let's go! Menjünk, menjünk! Már vár ránk. Kicsoda vár ránk? Ez a kislány annyira furcsa. Szia, Sumi! Ez egész király egyébként, ez a kis vizenúszkálás. Milyen szép itt minden. Velence városára emlékeztet. Tök menő. És akkor arra fordul a hajó, amerre nézek? Aha, a kamerával, értem. Tehát nekem igazából csak előre kell nyomnom a bal sztikket. Annyira lassú vagy, gyerünk már, mondja. És hogyha lövök még egy flare, mi történik? Ó, oh. Szóval mindig rámegy a flare. Jó, értem. Játszunk bújócskát, te vagy a hunyó. Soha nem fogsz megtalálni nevet, a kislány. Back to Black, AC/DC szám, egy album címe is egyben. Nem ott van benn? Ó, oh, most már tudom, hogy ez a fákja nem tud átmenni a falakon. Ó, oh, itt van. Megtaláltál. Ez nem fair. Láthatatlanná is tudsz válni, és repülni is tudsz. Jaj, ne, nem most, mondja. Azt mondta valakire, hogy megcsinálja, hogy békén hagyjon minket. Várj, ne hagyj minket itt. És most meg sikoltozik, Jézusom. Mi a fene? Mi történt az idővel? Kicsit besötétedett már megint. Mi ez az állandó rezgés a kontrollerben vajon, de furcsa. Wow! You worthless piece of shit.
Okay, te semmire kellő darab kapni. Nincs ötleted, hogy mit csinálsz, ugye? Mint általában. Próbálkozom, mondta volna két, csak közben hátralökött. Tudja a nevem. Csináltál valamit a lányjal? Ő annyira kamu, mint te vagy. Úgyhogy megettem őt élve. Oh. És... Hoppá! Oda felmegy a Flare? Akkor minden bizonnyal oda kellene felmennem. Ki tudok itt kötni? Aha, igen, és... Tehát akkor tudunk mászkálni is, nem csak a csónakban lehet nyomulni. Már megint milyen sötét van. Szörnyű dolgot mondott ez a szörnyeteg. Mi az Isten, miért? Ez biztos, hogy egy álom, ugye? Egy álomnak kell lennie, mondja a kislány. Szóval most az lesz a téma, hogy megszabadítjuk magunkat ezektől a sötét dolgoktól. Mik ezek a dolgok? Valami oda csapdába esett. Világít, mint a lány. Lehet, hogy még mindig életben van. És most mit csinálok? Ó, nézzétek a táskánkba! Hát beszoppantyúzzuk a sötétséget. Ez én vagyok? Fókuszáljak. Mi, hogy... Ja, hogy így? Aha, ráviszik a fényt arra a sötét lényre. Mit tettél? Kérdezi. Nem csináltam semmit, hagyd békén. Pontosan, nem csináltál semmit. Soha nem szoktál. Ez nem igaz. Próbálkozom. Ne legyél ilyen kegyetlen. Ez nagyon fájt. Ne nézz így rám! Vidd azt a fényt innen, éget! Nem, az utamban vagy. Még több fényt kell találnom. Hol van a többi fény? A reál, a Flare segít szerintem úton, vagyis hogy útba igazítani. Lehet lecsúszni? Ó, oh, oké, okay, király. Hova ment a fény amúgy? Uh-huh. Ott a kapuhoz. Vajon lehet sprintelni? Ott... Voltak ilyen kéznyomatok? Talán még mindig életben van a kislány. Íj, tudtam, hogy visszajössz. Gyere kicsit közelebb, hogy jobban lássalak, mondja a szörnyeteg. Nem, köszi. Mondjuk neki. Veszélyesnek tűnik. Majd... Inkább megnézem máshol. De mi, oda? Ha a falon nem tud átmenni. Jó, értem. Erre jött volna viszont. Kislány, itt vagy? Itt vagy kint? El fogunk tévedni ebben a városban. Ide jött volna? Nézd, ott felfele. Ott van fent. Nem, tévedtem. Erre jön? Szerintem... Nagyon messzire megy, úristen. Hol vagyok? Ez a város annyira igazinak tűnik. Mi? Fókuszálnom kell a szörnyetegre? És az miért jó? Mert át kell úsznom. És akkor kell átúsznom, amikor ő éppen nincs erre. Értem. Hogy megijedünk a villámlástól. Oké, okay, oké, okay, ott megy. Amikor elér arra, akkor elkezdünk úszni. Most. Vagy mennyire tudok gyorsan úszni? Hoppá, hoppá, hoppá. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, nyugalom. Jeez, de jókor sikerült átmennem. Majdnem felfalt. Jó, és akkor most ugyanez fog következni, úgyhogy a másik oldalon van, ugye? Hol van? Ott megy megint. Jó, akkor most. Ebben a baj lesz. Nem, pont jókor sikerült. Wow, de mekkorát ugrattunk onnan. Erre ment a Flare valamerre. Egy lányt kerestem, és ehelyett egy bóját találtam. Most oda be kell mennem, és...
Várjál, de arra megy, jó, elment, szerintem mehetünk. És mit kellene nyomnom? Beszippantjuk. Fertőzést. Tudom, hogy mit kell tennem, mondja a lány. Ó, és így megtisztul minden. De jó. És eltűnt a szörny. Nem, nem tűnt el. Gyönyörű minden, mondja Kay. Most vajon az a szörnyetek, akkor békén hagy már minket? Ez lesz a feladatom nagyjából? Szerintem itt a játékban? Valószínűleg igen, hogy tisztítsuk meg ezt a világot. Lehet, hogy ez a világ a mi belső világunkat jelképezi? Szerintem nagyjából erről fog szólni a történet. Hogy hogyan zárkózott be ez a lány és... Lány? Kérdezzük. Oda fel kéne mennem? Tehát, hogy hogyan vált ő is szörnyeteggé? Úgy látom, hogy itt vagyunk a mellett, a izé mellett. Hopp, hopp, itt egészen sötét van. Innen merre kell mennem? Oda fel kellene jutnom. Aha. Most itt elaltató teját. Na hát szép vagy. Nézd meg, elkezdődik a játék, aztán... beteázza magát. Egyébként elképzelhetőnek tartom, hogy nem lesz egy... hogy mondjam, egy nagy eresztés, vagy ilyesmi. De egy indie játékhoz képest egyébként grafikailag az irányítása úgy egészen rendben van, tetszik nekem. Csak isunk, nem, jöjjünk rá, hogy miről is szól igazából. Úgy látom, hogy itt jobbra ki lehet menni, lehet, hogy átugrunk ott a tetőn. Akkor egy kicsit ilyen útkeresősre fogjuk venni a formát. Mit csinál itt egy... sirály. Ilyen cuki, mondja a lány. Mi? És elhajtottam? Miért? 1/32? Wow. Oké. Tehát 32 sirályt kell széthajtanom. 2-3 sör az már jó altató. Egyébként komolyan mondom. Nem hülyeség. Honnan jött ez a rengeteg víz? És mi történt az emberekkel? Hello? Hello? Ez mi ez a hely? Ó, itt van egy palack. Ez a 2/39-es üzenet? Sokkal zöldebb volt ide bent minden. Nagyon hasonlít a mi kertünkre otthon. Úgy tűnik, hogy a tulajdonosok abba hagyták, hogy ide járkáljanak, és mindenki más is. Nem lehetséges, hogy elhagytam egy palackot valahol eddig? Oh, fuck. Itt át lehet menni? De tök jó volt az ugrás, tök jól meganimálták. Igaz, hogy ugrottunk egy hasast, de belefér. Valahol elhagytunk egy palackot, vajon ezeket gyűjtenem kell? Itt még fel sem áztam, pedig kézenfekvő lett volna. Oda kell mennem szembe? Aha. Hol hagyhattam el? Oh, shit. Nem lehet, hogy ott van. Most tök jó, mert ezen a környéken akkor már lazán mászkálhatunk. Így, hogy meg lett tisztítva. Várj, és akkor ezeket mindenhol el kell. Aha, ezt nem tudtam. Ez volt a 2/32-es. Tök laza, hogy elrepül. Vajon mindegyiket fel kell, hogy zavarjuk? Jó, akkor nem bánom, hogy visszajöttem egy picit, mert akkor volt itt ennek miértje. Viszont azt szeretném megtudni, hogy kellenek-e a palackok. Hát mondjuk, ha már játszunk vele és egyszer játszunk vele, akkor lehet nem hülyeség összeszedni a palackokat. Úgy tűnik, hogy erre... Hopp, itt sötétség honol. Ezek olyan palackok? Nem. Innen jöttem volna fel. Itt volt a kapu? Nem, ez egy tök más hely. Wow, hát rendesen elkeveredtünk. Szerintem ezt a játékot nem így találták ki, hogy így játszuk, ahogy most én játszom, de ettől függetlenül haladunk. Itt van a határvonal, itt sötét minden. Ez volt az a kapu, amin átjöttem. És nem tudunk rajta kimenni. Könnyen lehet, hogy ez volt az a kapu. És nekem oda kellene felmennem. Jó, hát akkor menjünk erről.
De itt is tök sötét minden. Hopp, az úgy nem sikerült, oké. Okay. Ja, mert hogy itt van a szörnyeteg. Hát nem találtam meg azt a másik üveget, azt nem tudom, hogy hova dughatták el ennyire, de most már így nyártam. Itt be lehet menni. Ó, itt is van egy. Hello idegen. Ez a hely egy barátomé, családom barátjáé. Nem hiszem, hogy zavarni fogja, hogyha pihensz itt egy picit, mint ahogy én is tettem. Szól az üzenet. De nem akarok itt pihenni. Hallottátok a sirály hangot? Lehet, hogy itt van fent valahol. Oda nem tudtunk felugrani sajna. Szia, Csúcsú Nezumi, üdvözöllek. Én esküszöm, hogy hallottam. Örülök, hogy jól érzed magad. Ott van fent, nézd! Nem mész innen? Ez a 3x32 darab. Hát még el leszünk egy darabig akkor ez alapján. Ezeknek a sirályoknak a kergetésével. Nagyon chill a játék egyébként. Ó, ide kellett jönnöm, és akkor egyből leereszkedett a létra. Király, de várj! Nem. Nem akarok oda lemenni. Azért sem, mert itt is lemehetnék. És akkor ez egy shortcut volt, amit kinyitottam, hogyha lezuhannék fél úton, gondolom. Az ajtót nem tudjuk kinyitni. Milyen kis izé... Fekete... lábnyomaink vannak. Ez az első szörnyetek, akivel találkoztam. Talán meg tudom oldani, hogy elmenjen. És oda kellene felmennünk. Aha. Oké, itt fel tudok ugrálni? Nem lenne az rossz pedig, hogyha sikerülne. Ott van. És hogyha oda megyek fel, akkor gondolom itt csak át kell ugrani. Yep. Nagyszerű. Itt körbenézünk, ha már erre is el lehet jönni. Ott van még egy sirály például. Tök menő, ahogy így száll. Nagyon király ez a kamera, egy kicsit emlékeztet így ezzel a grafikával a... arra a játékra, mondjátok már, mi volt a címe. Hopp, shit, ez egy nagyon rossz ugrás volt. Ha mutattam be rossz ugrást, akkor szerintem ez volt az. Mi volt a címe? Short Hike volt a címe, amikor így madártávlatból nézted a dolgokat. Tökre király volt. Az is egy olyan játék, amit így előveszel, és így 3 órára így teljesen chillbe rak. Nem a legakciódúsabb szombatesti program, ez igaz, de attól függetlenül. Jól esik néha egy-egy ilyen játék az ember lelkének. Sőt, vannak köztetek, legalábbis az alapján, amit visszamondtatok, elég sokan vagytok, akik azt mondják, hogy ezeket a rövidebb indie játékokat jobban szeretitek, mint a csatornán lévő hosszabbakat, amit mondjuk meg is tudok érteni, de... Én szeretem ezt valahogy így, de hogy mondjam, tehát mind a kettőt megtartani. 4x39. Remélem, rendben van, hogyha írok tovább, mindenki elment, és kényelmes nekem, hogy elképzeljem azt, hogy valaki van még itt rajtam kívül. Itt kellett volna leesnem, ugye? Itt volt ez oda. Ja, de hogy én te tudtam volna menni létre. Oh, fuck me. Sokat olvastam erről a játékról, kíváncsi lennék a készítőjének, milyen az élete. Lehet, hogy sokat fog elmesélni erről a játék. Lehetséges gyűlölni valakit első pillantásra? Tudod, hogy értem, hogyha... Micsoda? Tudod, hogy mire gondolok, hogyha találkozol majd azzal a... haragos, mérges aranyhallal? Miről beszél? Ott is van egy olyan sú. Nevezzük csak súnak, jó? Oda megyünk és szétszedjük. Gyerekek, most egy kicsit ne nézzenek oda. Így is van. 5x32. Akkor gyorsabban találjuk ezeket, hogyha már az 1/6-ával meg vagyunk, mint amire számítottam. Vajon mire kellenek ezek a súk, hogy ott szállossanak? Ja, és hova kell mennem? Erre felé valahová. Itt átmegyünk. És oda megyünk. Nagyon jó. Amúgy itt hallottam még egy... Oh shit, megtaláltuk. Spielberg sorozatot csinál Stephen King talizmánjából? Azt nem ismerem, az miről szól.
Okay, csináljuk. Megint ráfordítjuk a tekintetünket a szörnyetegre. De hogy ordít közben? Ez nagyon fájdalmas lehet. Te, miért nem csináltál semmit? Miről beszélsz? Csomó dolgot csinálok. Folyton magadra gondolsz csak. Azt mondja, hogy kamu vagyok. Ez nem igaz. Próbálok segíteni másokon. Ne mondd azt, hogy nem. Most ezzel összemen? Kizárólag magadra gondolsz. Ezért fogsz kudarcot vallani. Újra, mondja. Ez a szörnyeteg egyáltalán nem is ismer engem. Hajom! Szia, Steelhammer! Fel kéne ide másznom? Mint hogyha hallottam volna egy sirályt még. Itt van fent egy csú, biztos vagyok benne. Útira ott van fent. De vajon hogy tudnék oda felmászni? Ide feljöhetek? Hát ez így nem nagyon jó. Én sem ismerem, annyit tudok, hogy egy fiúnak meg kell találni talizmánt, amivel meggyógyíthatja a haldokló édesanyját. Erről a kalandról szól. Duffer tesók lesznek a producere. Nem ismerem őket, tehát nem tudom, hogy az mi lehet. De hogy lehet oda felmászni? Ez csalás. Le kell mennünk a hajóhoz szerintem. Tök jó, hogy mindig van benne egy ilyen kis útmutatás, hogy a casual playerek is élvezhessék a játékot, hogyha nem akartak feltétlen hardcore módban felfedezni. Deep dive achievement unlocked. Itt a kis hajó. Annyira örülök, hogy visszakaplak, mondja. És most hova megyek? Valamerre, erre. De ott nem tudom átvinni a hajót, nem? Menjünk inkább ebbe az irányba, hát ha meg tudjuk kerülni. Ja, hogy a Stranger Things rendezői, akkor vágom. Az elég király amúgy. Itt nem tudunk átmenni. Pedig arra kell mennem. Szerintem ki kell szállnom a csónakból. Nem hiszem, hogy át tudom ezt ugratni. És itt minden sötét. Oh shit. De itt nem fog megenni engem valami? Ha itt nyomulok a vízben, nem jön ide egy szörnyeteg? Oda megyünk fel. Kicsit azért para. Arra fordul a kamera, akkor arra van egy szörny. Jó. Hogyha a négyzet gombot nyomva tartod, akkor látod, hogy hol mászkál a szörnyeteg. Itt átmehetek? Nem. Valami más utat kell találnom oda felfelé. Jön a szörny, hogyha jól vettem ki. Aha, itt van mögöttünk, jó. Tehát akkor a sötét helyeken mindig van egy vízi szörny. A Stranger Things ez egy új sorozat volt, én azt szerettem nagyon. A végén még sírtam is. Oda kell feljutnunk valahogy. Hát próbálkozunk. Ott van fent valahol. Fel tudok itt kapaszkodni? Nem, ez nem létra. Itt van a szörnyetek tőlünk jobbra. Ott van egy létre szemben. Nem kellett volna, hogy találjak bármit. Ó, fent van egy ilyen. Megint itt van? Az nem jó. Jó, mindegy, elmegy, akkor futi. Illetve úszunk. Gonosz aranyhal, akit első pillanatok ugrálnod kell a papír szerint. Hát nem tudom, hogy ő-e az. Jó kérdés. Egyáltalán nem úgy tűnik, mint egy aranyhal. Ó, úristen, egy madár. Jaj, tudom, Panther, te órákat vagy képes arról a sorozatról beszélni. Várj, ez a szörnyeteg. Úgy tűnik, hogy ismerős számomra. Talán segíteni fog, hogy kijussak innen. Akárhol is legyen. Ez az itt. Ez a 6x39. Hé, láttad azt a repülőlányt?
Ez a harmadik alkalom, hogy ilyen messzire jutok. Neki segítenie kell nekem. Reméljük, hogy nem csalnak a megérzéseink ezzel kapcsolatosan. Nem itt volt egy palack valahol? Pedig valahol láthattam szerintem. Szia, Aggressive Bug. Mi a helyzet? Üvi, bocsánat. Ha itt leugrom. Hát nem volt itt fent olyan sirály? Nem. Ugorjunk le. És nem sikerült az ugrás. Kell, hogy találjunk itt valamit. Itt wait, ott nem tudok át. De, elég magas a víz néha. Nyomjunk egy flare-t. Amúgy jó felé megyek. Annyira, hogy... Yep, innen már fel is tudok menni, ahogy a víz szint emelkedik. Király. Ott lesz az a dolog, amit én keresek. De nem vettük fel a palackot viszont. Ezt az ajtót ki tudnám nyitni. Keresztül kell... Oh shit! Juttatni a hajunkat valahogy azon a kapun. Hát gondolom, hogy innen ki kell csak nyitnom, nem? Nem mászhatnék fel ide? Nem mehetnék be itt? Oh. Hát ez nem lesz annyira... Egyszerű. Merre van a szörnyeteg? A másik oldalon úszkál. És megfordul. Hát akkor lehet, hogy jó lenne, ha nem engedném be, nem? Oké, kinyitottam. Ó, oh, Jézusom. Olyan kicsit para arc ő amúgy. Tök jó lenne, ha nem kapná el, meg nem enne meg, nem? Feltrak itt már? Nem. Hát akkor egyértelmű, hogy nem erre kell mennem. Tovább kell jutnom, be kell, hogy hozzam ide a hajómat valahogy. Oh shit. Kéményen talán biztonságban volnék. Nézzük csak. Hát de hogyha ő ott van a másik oldalon, akkor nekem... Jézusom, de nem tud itt átjönni. Valahogy át kell mennünk oda. Lehet, hogy erről, mert lehet, hogy erre nem figyel, nem? Ott a hajó. Próbálkozunk erre? Tegyünk egy kisebb kör. Mindjárt kiderül, hogy el tudunk-e fordulni erre jobbra. Tudom, hogy arra kell mennem. De... Aha, itt is van egy jó... Egy csomó szörnyeteg úszkál a vizekben. Láttam, hogy volt egy hidratálás kiváltva, mindjárt iszom. Hát jó, hát akkor úszunk, aztán legyen szerencsénk. Vajon meddig jutunk így? Vajon meg fog minket enni a szörnyeteg? Ő itt úszkál. Érkezik. Oké. Okay. Sokkal gyorsabbnak kell lennem. Fókuszáljunk rá. Megfordul? Oké. Okay. Amíg itt vagyok, addig nincs rendben ez a helyzet, mert... Meg kell várnunk, amíg elég távolra úszik. A hullámok viszont ellenünk dolgoznak ilyenkor. Várjál, már is fordul vissza? Azt a mindenét. Na jó, hát valamit megpróbálunk akkor. Talán most. Gyerünk. Oh shit, oh shit. Azt hiszem, hogy megevett. Innen nem lehet átmenni. Felzabál minket a szörnyeteg. Szia, VNK, jó estét! Üdvözöllek! Mi a helyzet? Hogy vagy? Túléltük, de meghaltunk. Hát de itt nem mehetek ki, amit kinyitottam ezt a... Na jó... Mindenki köszön mindenkinek! Nagyon-nagyon rendi társaságunk van, így van. Pusztulj már el valahogy! Csapódj neki megint a falnak! Nem erre kell mennem, merre kell mennem? Nem tudok felmászni. Várj, van egy ötletem. Mi lenne, hogyha ide beszummonálnám, és a másik oldalon meg keresztül mennék? Itt jön. Arti! Nagyon szépen köszönöm Queen of Avalon Art számára a subgifted-ed. Köszönöm szépen, nagyon kedves tőled. Itt jön. Oké, okay, ide jött. Most gyorsan elsprintelünk oda. Kár, hogy nem tudunk futni amúgy milyen gombbal. Semmilyen gombbal sem. Hát, az baj.
Bajos, mert ez most itt fog próbálkozni. Nem tudok valami decoyt lerakni? Jó, menjünk át valami már más felé. Ezt a kaput kinyithatnám? Nope. Hol tudnék eljutni oda? Hát esküszöm, elakadtam. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a támogatást, köszönöm szépen. Szavasz Gábor, mi a helyzet? Hát hogyha nem innen kell átmennem, nem onnan kell átmennem, akkor ezt hogy oldod meg? Nincs valami, amivel meg tudom bántani őt? Nem lehet, hogy itt kell erre elmennem. És ott fel a házakra, és aztán keresztül a hídon. Ide nem tud bejönni. Mindjárt feljön a hullám. Már nem az enyém. Hát ez nem elég magas. Közel sem elég magas. De hol lehetne még? Hát talán arra az, tehát itt a bal oldaliról el tudnék jutni oda szembe, de fordítva nem működik ez az út. Ez egy elég magas hullám ahhoz, hogy kijöjjek itt. És akkor tényleg ezt adták feladatnak, hogy itt jussunk át, miközben a szörnyetek folyton ott van. Hát most távol van látszólag. Meg fog enni, gyorsan ússzál, gyors! Fél útig se jutok el. Rastaman, köszönöm újra a Chuchu Nezumi 1993 számára az ajándék feliratkozást. Nagyon kedvesek vagytok, köszönöm. De igazán nem a támogatás, tehát hogy mondjam, tehát nem pénzszerzési céllal megy a csatorna, hanem inkább, hogy játszunk végig minél több játékot és ismerkedjünk meg minél több játékkal, miközben a közösség is jól érzi magát, szóval egyáltalán nem elvárt dolog a támogatás. Nehogy valaki úgy érezze, hogy ez itt pénzre megy, vagy ilyesmi. Nagyon hálás vagyok egyébként mindenkinek, aki ennek ellenére minden hónapban támogatja a csatornát tényleg. Pont tegnap beszéltünk erről, hogy a PS5-ös zsebünk az valószínűleg megtelt már. És a stúdió szobára kezdünk el, annak a felújítására gyűjteni majd, ami szerintem egész évben menni fog ez a gyűjtés, mert az nem kis összeg, sajna. Hát mondjuk közel sincs annyi, mint amennyiben a setup volt, de nem számít igazság szerint. Nem vágom, hogy merre menjünk. Kinek van ötlete? Próbáljunk erre menni. Hát ha. Nem jó, mert megzabál. Mit nem látok amúgy? Valaminek lennie kellene itt megoldásnak, de... Hát, hogyha nem tudok felmászni, akkor... Vagy itt fel lehetne menni? Nem. Ha nem tudok felmászni, akkor... Azon odaírva, hogy... Pénisz on. Miért úgy van ez kitalálva, hogy itt átmenjek? Hey! Hogy kapott le onnan? Ja, én is próbáltam már így minden irányba a tetőre felmenni, de én nem láttam. Jól van, Mokibot, kösz szépen, kösz. Mint hogyha valami olyat mondtam volna, te kis szemét. Itt nincsen létra. Itt sincs létra. Kinyitottam a kaput, majd nem találunk létrát hozzá. Nem lehet, hogy erre van, de erre biztos, hogy nem lesz. Nézd, hogy küzd azért, hogy átjutasson. Várj, nem lehet, hogy amikor nagy hullám van, akkor erről tudok fel... Ó, szerintem ez az. Nézd, mert itt ilyen lépcsőzetes a tető is. Itt, szerintem ez lesz. Nézzük csak. Oh, fuck me. Innen. Tök nagy a hullám, hello. Újra kell próbálkoznunk. Talán most? Nem. Nem visz fel minket annyira a víz. Pedig ez annyira adná magát, ez a hely. Nézd meg, még egy olyan... dobozt is raktak oda. Hát nem tudunk felmászni oda. Hey, Chuchu, nagyon szépen köszönöm a $3. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy rátaláltam a csatornára, páratlan community-hez kérem. Az biztos. Én pedig nagyon hálás vagyok. Végtelenül hálás vagyok mindegyik ötöknek, aki itt van. Nagyon szépen köszönöm. Igazán.
Köszönöm szépen. De pont az ilyen támogatási hullámok miatt is van kikapcsolva nálunk a hype vonat, hogy nehogy az legyen, hogy valaki úgy érzi, hogy hype vonat van, és akkor elkezdi eszetlenül bedobálni a pénzét. Nem, nálunk ilyen nincs. Nem vágom, hogy hol mászhatnék fel. Már megint itt állok, de a szörny egyszerűen túl gyors. Itt szemben sincs olyan létre, amin felmászhatnék. Mi az, amit nem látunk? Nem lehet, hogy itt a klímákról kellene? Nem. Kicsit visszafelé. Hát lehet, hogy erre elmászkálunk. Megnézzük. Itt is volt egy szörnyetek, aki... Éppen itt járt, amikor ide átugrottam. Jó, akkor most oda kellene átjutnom. Mi a helyzet, VNK? Hogy vagy? Ha arra megy, akkor biztos lassan fog visszaérni, ugye? Oké, meg vagyunk. Nem lehet, hogy itt kell átmásznom valahol, mert itt legalább fel tudunk jutni a tetőre. Szerintem ez, ennek kell lennie. Lehet, hogy itt végig kell mennem. Nézzük meg a szörnyet. Ott is van egy jobbra, ott is van egy balra. És hogyha erre jönnék, akkor... Ez nem fog... Így kinyílni ez a híd? Nem, mert ez le van szakadva. Ott is van egy szörnyeteg. És itt is van egy szörny. Oh fuck, hát nem leestem. Várjál, lehet, hogy még vissza tudok mászni. Oké, megvan. Jó, próbálkozzunk itt a, ennek a tetején átmászni valahogy. Sirályt meg nem is láttam. Sirály sose volt. Oké, szerintem ez járható út. Megvagyunk. Hey, tök király, megtaláltuk az utat. Bár azért egy 10 percet elszórakoztam itt szerintem. Ja, ez egy jó gondolat volt, kicsi helye. Köszönöm szépen. Ott van lent valami, ami világít. Látjátok? Meg itt van egy csú. Miért mondja mindig azt rá, hogy csú? Nem is az a neve. Mindegy, így hívjuk. Ez volt a hatodik sú, amit összeszedtünk. Az... Ott... Várj csak. Nem. Nincs oda lent semmi. Palackokat is nézzük azért. Hát, ha itt valahova eldugták őket. De nem, nem igazán. És arra már jártam? Vagy erre egyáltalán el kell jönnöm? Ki tudja, hátraktak valami titkos dolgot ide. Nem tudok oda felugrani, akkor mindegy. Itt a szörny már megint. A sú az a hash. Hát persze, hogy az. Itt ezt ki lehet valahogy nyitni? Nope. Ezt már kinyitottuk, szerintem ez volt az a kapu. Ó, oh, még egy sú. Azt mondja, tájszólásra röviden, hogyha nem repül, akkor belelép cipőnek. De ez ocsvány, ilyet nem mond egy kislány. Egy sirálynak. A sirályokat szeretni szokták a lányok, nem? Hol van a szörnyeteg? Tökre messzire ment. Jó, mehetünk. Megindult szerintem. Léci, ne kapja el, most tök fontos lenne, hogy ne kapjál el. Oké, meg vagyunk szerintem. Oh shit. Oké, megvan. Na, és ezt most hogyan tudnám áthozni? Attól, mert kinyitottam, attól még nem emelkedett meg a vízszint. Nem lehet, hogy erre kell mennem. Vajon az a szörnyeteg le tud minket szedni a hajóról? Jó, értem, hogy arra megyek. Hát reménykedem benne, hogy itt be tudok menni valahol. Lehet, hogy innen. Aha. Ez lesz az. És oda megy fel. Oké, ez a kapu megvan. Yay, megtaláltuk. Hollandiában nagyon ki voltál a sirályoktól. Miért? Hoppá, ezt tisztítjuk csak meg. Táskánkba szépen eltesszük ezt a sok gonoszságot, ami ebben benne van. Hello, és mi vagy te? Emlékeztetsz arra a lányra? Ó, ismered őt? Ő olyan, mint te. Világít és... Világít. El tudsz vezetni hozzá? Kérlek. Világos és világít.
Wow. Ő Mózes? Minden bizonnyal, mert kaptunk egy Mózes nevű achievementet. Emlékszel erre a helyre? Ez a kedvenc kávézónk volt évekkel ezelőtt. Szerinted adnak ingyen sütit, mint amikor először jöttünk ide? Hát gyakorlatilag az első alkalom. 9 alkalommal azelőtt vagyis 9 hónap azelőtt történt, hogy megszülettél volna. Néha elfelejtem, hogy még csak 12 vagy. Oké. Sétáljunk még egy kicsit, miatt hazamennénk, mondja egy nő. Mama? Hm? Mi van? Most minden rendben van újra? Papával? Igen, természetes. Jól vagyunk. De soha nem volt igazából nem jól. Kapcsolatunk. És tudod, hamarosan jön a kisöcséd is, mármint ő megszületik, és minden még jobb lesz majd. Hogyan fogjuk hívni? Alig bírom kivárni. Milyen, hogyha Sunny lenne a neve? Imádom. Sunny? Az ilyen napsütéses. Nagy nővém. Chloe, miattad hallottam ezt az egészet? Hey, várj meg! Tehát akkor volt egy ilyen emlékünk, ugye, hogy a kedvenc kávézónkban 9 hónappal a születésünk előtt jártunk először. Az is lehet, hogy a kávézóban jöttünk össze, tehát hogy lehet, hogy... Ó. Szörnyetek azt mondja, hogy nagyon jól ismeri ezt a Chloe-t. Lép bele a vízbe és elviszlek hozzá, mondja. Tegnap házi buliban voltál, szilveszter után sikerült eljutnod azt a mindenit. Hát nem kis pályába nyomod akkor, Gábor, és jó volt? Remélem vitted a helyének enes hordót, hogyha már a múltkor voltál olyan ergya, hogy nem bírtad meginni. Most ilyenkor, amikor itt vagyok, akkor meg fog enni az a dolog? Oda is kiúrunk. Itt úgyse tud megenni. Egyik pecóban, ahol laktam, Budis előző tetőre vezetett, nem volt alkalom, hogyha elmentem WC-re, ne ordítottak volna a sirályok. Az tök komoly lehet. Ez egy kedves emlék az életedben, nem? Nagyon sok ember csak szeretne a sirályokkal együtt kulázni. Fúj, az undorító, ki mond ilyet? Oh wait, menjünk utána. Hová akar ő menni? Reggel 7-ig nem volt megállás. Mi? Fókuszáljunk a szörnyre? Jó, ott van. Repülni tök király lenne, nem gondolod? Egyetlen szörny sem állhatna az utamba. És gyorsabban megtalálnám azokat a dolgokat, amiket keresek. Írja. Az üzenet a palackban. Nem akarok ráfókuszálni. Várj, lehet, hogy erre kell mennem, nem? Most jön erre. Lehet, hogy arra kell mennem. Igen, oda kell lemenni. Tök menci ez az effekt. Tetszik ez a játék egyébként. Tényleg nagyon chill. Hát egy ilyen kis kaland hangulata van lényegében ezzel a TPS ugrálós... Hát nem nevezném jumping puzzle-nek, inkább, sokkal inkább ez a... Találd meg az utat a... Hogy ne egyen meg a szörny. Amúgy elég jól megy nekem. Még egyszer sem evett meg amúgy soha, úgyhogy szerintem jók vagyunk, én azt gondolom. És mi lenne, hogyha találomra nyomnám? Mondjuk most. Kijutok. Haha, mondtam, hogy ki fogok jutni. Easy, easy ez a játék. Soha nem fog tudni elkapni. Oda kellene átmennem. Lehet, hogy oda nem tud bejönni. Aha, szerintem ez túl keskeny neki. Nice. Nagyszerű. Keresünk sút. Milyen agresszív. Úgy hörög ott kint. Itt is van. Ez egy létra? Nem, ez egy korlát. Jaj, ne átjött ide. De ocsmány vagy. Jó, az elmegy. Megfordul? Aha, ott megfordul sajna. Át kell mennem oda. De most
ott fog megfordulni. Nem már! Nem, akkor amikor arra megy, akkor fogunk beugrani a vízbe. Most? Haha! Te csicska! Beugrunk oda is. Ha arra megy, akkor itt az idő. Itt sem tud átjönni. Oké, megvagyunk. Ezt ki kellene nyitnom valahogy? Aha, minden bizonnyal nem innen. Szóval miért utáljátok a sirályokat annyira? Szerintem tök menők. Megeszik a kis halakat, akik már nem kellnek a természetnek. Meg... nem kakálnak össze annyira mindent, mint a galambok. Itt is van egy palack. Már kezdem elfejteni, hogy hogyan nézett ki ez a város, amikor nem volt elmerülve és elhagyatva. Fáj tőle a fejem, mondja a palack írója. Mindent összekuláznak. De hiszen az undorító. Nem te voltál az, aki mindent összekulázott, miközben a sirályokra fogtad? Az előző lakásodban? Úgy csak a pacsal. Megcsináltam. Miért vezetett ide Glowy? Biztos, hogy az a repülő szörnyetek itt rejtőzködik. Talán beszélni fog velem, vagy szörnyem szörnyűségesen meggyilkol és megesz. Ó, oh, nézd, itt vannak ilyen... Igen, ott kezek vannak lenn. Híres utolsó félbehagyott mondatok. Szevasz, Bloody, mi a helyzet? Hogy vagy? Nem tudom, hogy pirányák voltak-e, de az biztos, hogy megfogták a talpamat. Elverték egy stampapucsal. Áááá! Fordítja a lány. Hát nem mondom, hogy szép madár. Lehet, hogy ez a csikinetek, csak más feldolgozás van. Annyira szomorúnak tűnik. Chapter 3. A csönd hangja. De mikor volt a Chapter 2? Az első volt a Back to Black, nem? A vissza a feketébe. Hez. Nek. Vissza neki. Yeah. Nem tudom. És akkor mikor volt a Chapter 2? Ó, oh, ide kellett jönnöm. Ja, pont az utamban van. Nézd, hogy nyúlnak fel azok a kezek, amik... a sötétségbe szeretnének lerántani minket. Nem hajóval kellene ide jönnöm amúgy? Én itt úgy keresztül ugrálok, hát van itt bent egy csú. Hello, ki van ott? Nézd csak, ki van itt, ó jó Isten, és nevetnek ránk. A gyerekek szemben fent. Jó, azok para arcok, azokkal nem akarunk találkozni. Mit kéne tennünk veled? Az, hogy csúnya vagy, végig megy a családod vérvonalán, ha. Szarok én rátok, szevasztok! Vagy leszek csúnya egyedül. Feleslegesnek titulálnak minket. Hadd segítsek. Megint csapdába esettek ez a kis fény. Akkor lényegében ez a kis fény vezet minket végig a játékon, hogyha jól értelmezem. És nekünk mindig utat kell csinálni, miközben egy csomó olyan tényező van. Ó, de király. Most lement a víz. Csomó olyan tényező van. Aha, ott megint ketté vált. Ami megpróbál lehúzni minket, és lehet, hogy végtére is ez volt az, amiért ilyenné vált ez a lány. Valami kisfiú beszél, hogy mostanság furcsán éreztem magát. Fiatal felnőtt ké? Az nagyszerű, Sunny. Hé, egyáltalán figyelsz rám? Micsoda? Bocsi, a barátomnak írtam éppen. Ó, várjál, hív éppen. Mennem kell. Érezd jól magad a barátaiddal, oké? Ne, várj! Oké, szia. Nem foglalkoztunk a kisöcsénkkel. Emlékszem erre a helyre. Ez Sunnynak az iskolája. Mi, hogy énekelsz? Olyan hangod, mint egy kislányé. Aha, igen? Csak viccelünk. Gyerünk már, nem érted a viccet? Nem, úgy értem, igen. Igen, értem. Aha, zavart nevetés. Ez valami piros és nagyon jön.
Szóval szivatnák a gyerekek a tesónkat. Gyere! Na, majd én most jól kicselezlek. Oh shit! Oh, de nem szabad levenni. Apukád olyan egy fura alak. Mi? Haha, úgy értem. Ja, gondolom. Szegény kisfiút bullyingolták. Mi csak viccelünk, mondják, de természetesen nem viccelődtek. Ti most jöttök? Aha. És elfutunk előlük. Oké, mehetünk. Hé, srácok, nézzétek! Szerintem... Mi, hogy beledugták a ceruzájukat a hajába? Mi csak szórakozunk, maradj úgy, mondják. És dadogott. Szegény kis srác. Mindenki bántotta az öcsénket, és nem voltunk ott, hogy megvédjük, pedig mi voltunk az egyetlen nagy nővére. Sunny, miért? Ó, nézd! A sok kis csicska! Abban a pillanatban jön be. A táskánkban. Ez most itt világít, és akkor nem tudok ide bejönni, ugye? Jól értem. Nem tudtam, hogy ilyen rossz volt, Sunny. Csak ide kell őket csalni, és akkor... Ááááá! Tök király! Jó, megvagyunk. Ez tök menő, csak becsaltuk őket a fényre, és egyből eltűntek. Sok kis szemét kölyök. Buszostalan dolog így bántani másikat, úgy egyébként, csak mondom. Úgy mész, mint egy lány, mondják. Folyamatosan szivatják, hogy hogy jár, hogy beszél, hogy énekel. Gyertek? Ez lesz az. És minden rosszaságot elpakolunk a táskánkba. Ez olyan, mint amikor egy pszichológus azt mondja, hogy tedd be az összes ilyen rossz dolgot egy dobozba, amit így elképzelsz, és zárd le örökre, és tudom én, engedd el. Valami olyasmi lehet ennek a mondani valója, nem? Most akkor oda nem jöhetnek be, ugye? Mountain bike nem volt, de mennyi démonra keresel szerintem parancsot? Mármint, hogy a mennyi démont keresed? Hát szerintem azt megtehetném éppen, hogy ide átugrom. Nem, ide nem. Tök jó, hogy bejöttek. Gyertek csak! Nice! Oké, mehetünk tovább. És kergették a tesónkat. Ha elkapunk, megölünk, mondják. Ne, aha, csak viccelünk. Szarházi gyerekek. Már elnézést, remélem gyerekek nem fogják nézni ezt a végigjátszást. Egyébként nem gyerekeknek való a játék maga a tematikája miatt szerintem. Gyertek be szépen, azaz, nagyon jó lesz nektek. Gyertek, nagyon jó. Ha, csicskák! Oh wait, ezek most bántanak, ugye? Oké, egyszer rám fogtak, de most már rendben vagyunk talán. És ilyenkor nem jönnek ide? De, jönnek. De miért nem jönnek be rendesen? Gyertek már! Azt hiszem, hogy ez most így nem jó, várjál. De jó, nagyszerű, oké, megvan. Honnan emlékeztem olyan erre? Nem tudom, mountain bike parancs. Lehet, hogy előzőleg az volt. Fogalmam nincs. Ide. Ó, itt nagyon sötét van. A kisfiú azt mondja, hogy talán tényleg viccelnek. Tehát itt már elfogadta, hogy izé, szivatják. Miért vagyok ilyen gyáva? Kérdezi magától. Miért nem volt ott a nővére, hogy segítsen neki? A pasiával volt elfoglalva. Áú!
Ők a barátaim, mondja. Dehogy is a barátaid, ezek ilyen szemétládák. Szegény gyerek. Elfen Lied? Nem néztem meg. Azt hiszem az német cím, hogyha jól emlékszem. Mármint anime, csak német címmel, ugye? Tök sötét ez a hely. Ott is van, mondják. Lehet, hogy kergették az öcsénket. Ezen a sötét helyen. Áú. Kiítottam. Nem lehet igaz. Hogy maradtam le erről? Tudtam, hogy nem volt boldog, de... Ó, próbálok többé nem sírni. Nem ennyire rossz helyzet, igaz? Nem vagyok újságosan király, talán megérdemlem. Sunny, nem is tudtam. Miért nem mondtad el? Ő az öcsénk. És azt csutogják a gyerekek, hogyha megtalálunk, megölünk. Ott egy könycsepp, ami beleesik a vízbe. És ettől újra magasabb lett a víz szint. Várj! Ez mind az ő hibájuk. Ők tettek téged ilyenné. Nem hagylak többé egyedül. Segítek, hogy felvedd a harcot velük. Hol van a hajóm? Húsz velem, kény. Kicsit idegesnek tűnsz. Kiengedheted az egészet. Tudod, mit fogok én mindjárt kiengedni? Hagyj békén. El kell, hogy érjem az öcsémet. Nem kerülhetsz el örökké. Akárhova mész, ott fogok várni rád, mondja. Itt egy csú. Ez milyen szomorú már, amikor annyira elfoglalt vagy, hogy nem veszed észre, hogy a környezetedben élők szenvednek valami olyan miatt, főleg a kisebbek, nem? Akiknek segíthetnél, meg a te felelősséged lenne, hogy segíts rajtuk, és... Bullying az tényleg egy olyan dolog, ami nagyon nincs rendben, és tényleg valamit tenni kell ellene. Nyilván minden iskolában ott van, minden gyereknél ott van, hogy valaki beszólogat rá emiatt, amiatt. Vannak ezek a nagyon népszerű kölykök mindenhol, akiket soha nem piszkálnak, de azért összességében szerintem a legtöbbünk átesik azon, hogy piszkálnak minket valami miatt, nem? Titeket piszkáltak a suliban? Vagy esetleg később, vagy előbb? Jap. Persze. És kérdezzem, hogy titeket miért, vagy inkább nem akartok erről beszélni. Szörnyetek a másik oldalon van, ugye? Ez körbeússza. Körbe autózza. Megint átmegyünk oda szembe, szerintem. Messzire kell innen elmennünk, úgyhogy gyerünk hajrá. Kihagyom, oké. Okay. Szemüveges vagyok? Na hát az már egy jó indok arra, hogy szívassanak, igazuk van. Felvételi nélkül kerültem be, rajtam maradt az eminens. Az igen. Gyűlöltem is a sulit? Miért? Ja, jó, tudom, nem kérdezem meg inkább, hogy miért piszkáltak. Öcsémet is csak nála rosszabb. És nem verted meg azokat a gyerekeket, hogy te voltál a király tesó? Vagy akkor te is kaptad volna az ívet, vagy... Nem volt ilyenre lehetőség? Így megvédeni? Nekem is volt egy rossz arcú srácsa az iskolában, de neki sokkal rosszabb sorsa volt, mint bármelyikünknek szerintem az osztályban. Családon belül erőszak volt, egyszer törött kézzel jött be, ott az apuka bántalmazta a családot. Teljesen, hát megvolt ez a terror. Téma. És persze, amit otthonról hozott, azt a többi osztálytársam vezette le. Parus iskolában, ahol anyám tanított, ugyan tudnék mesélni
nem szóltak hozzám fél évig. Miért? Mert te nem abba a faluba tartoztál, vagy valami ilyesmi? Vagy most megkap? Úgyse érsz el. Na jó, de lehet. Amíg neki nem ugrottam valakinek, addig folyton szórakoztak. 10 évvel vagyok öregebb, akkor börtönbe megyek. Jaj, értem már a... Hát de egyébként 10 év ide vagy oda. Tehát nekünk is volt egy alkalom, amikor ezt a gyereket egész hazáig jött utánam és követett és rángatott meg mit tudom én. És édesanyám még pont arra jöttek el autóval és meglátták ezt a jelenetet. Édesanyám egyből kiszállt, hogy akkor jó napot, akkor mi a helyzet. És funny volt, mert egyébként anyukám meg annyira fiatalosnak tűnt, hogy azt kérdezte tőle, ez örökre megmaradt a fejemben, hogy te egyáltalán felnőtt vagy. Szóval, ja, megértem ezt a 10 év témát, hogy biztos számít, de valahol talán nem számít. Sok kérdés. Megint elkerültük. Sok suliba osztályban van valaki, akit piszkáltak. Igen, igen, nálunk is. Ó, ne menj be, ne menj be. Állj, menj fel a meket a fejér. Akkor ne menj fel. Akkor edd meg a raklapot a szemét. Hát hogy megrágott már? Vagy ez a vízi szörny, ez én vagyok? Vagy ez ki lehet? Hogyha a madár az öcsénk, akkor ki lehet ez? Mindjárt végig gondolom, hogy nálunk volt-e olyan, akit... Hát olyan volt esetleg, hogy valakit azért csesztettek, mert mondjuk nagyon jó tanuló volt, és nagyon visszahúzódó volt. És úgy egyáltalán nem tartozott a nagyobb hangú, népszerű diákok közé mondjuk. Akár egy osztályon belül is. Tehát, hogy amíg a többiek úgy színesebb szociális életet éltek, addig néhányan tényleg csak a sulira koncentráltak, és ez lehetett az indoka a többieknek, hogy szekálják. Mindig kell valami indok, nem? Engem nem zaklattak. Én olyan környéken nőttem fel, ahol maga a környezet életveszély volt. Egyszer például egy öntött vaskapu dölt rám, 6 évesen kb. 2 percet töltöttem alatt a levegő nélkül. Wow, az durvának hangzik. Azért vannak jó jegyeim, mert anyám ott tanít, nem azért, mert tanulnom kellett, én vagyok a tanár gyereke, más volt az elvárás. Ők ezt nem értették meg, nem szóltak hozzá, mert megérdemlem. Jött egy új igazgató, hozta az új kislányt, és megtanulták, mit jelent a kivételezés. Aha, ez mondjuk tök szerencsésen jött akkor ki neked, nem? Tehát, hogy pont időben jött. Talán megpróbálkozom most ezzel, de talán rossz volt. Nem. Oké, pont megvan. Wow. Már nincs sok hátra, már csak oda kell szembe eljutnom. Szerintem most van elég távol. Gyerünk. Jéj, megvan. 9/39. Igazán remélem, hogy annyira jó úszó vagy, mint én. Nem, mint hogyha fel akarnék vágni, csak mondom, mondja. A felirat a palackban. Volt egy összeomlásom, tök jól jött ki. Íj, ez nem hangzik jól. Igen, meg azért, mert hosszú volt a hajam. Biztos azért, mert az a törli ki címszóval. Az igen! De hülyék a gyerekek. Nagyon sokan piszkáltak nekem, a fenekem alá ért a hajam. Na, hát akkor ott a lányoknál ugyanez. Egyből kettő hely. Helyen is. WC lehúzónak csúfoltak. Csádi becenevelni is csúfoltak. Dodó kacsaként, ének órán csak dó-dó. Elsőben rengeteget olvastam, megrongálták egyik könyvem, Harry Potter könyv volt, kitéptek egy részt a könyvből. De rohadékok komolyan. Hát ez... Más tulajdonát rongálni úgy eleve szerintem egy busszustalan dolog. És ez egyszerre kettőtöknél is megtörtént. Wow. Nagyon durva, amiket mondtok amúgy. Ja, mindig kell valakit. Igen, de vajon hogyan jön ez az agresszió a gyerekekbe, vagy hogy mondjam? Most nem arra gondolok, hogy mert hogy ezt látják a tévében, meg ezt látják mindenhol, hanem ez valahol ilyen belekódolt, ilyen falka szellem, és ilyen alapjáratú, vagy alapjáraton
belénk kódolt ilyen emberi gonoszság lehet, nem? Hogy így az emberek így, a gyerekek így kinéznek valakit, és rászállnak. Nagyon furcsa dolog ez. A gyerekek őszinték csípésrendet alakítják ki. Mit jelent ez a csípésrend? Ott van egy ilyen kis kémény. Várjál, merre megy a szörny? Távol van, oké, mehetünk. Ott van már a csónakunk. Így működik a világ, és az emberek saját nyomorúságot vetítik ki másokra. Féltékenység, arrogancia, narcisztikus jellemek. Hát igen, főleg a gyerekeknél ugye ott még nincsenek ilyen korlátok. Gyerünk erre. Frusztráltság, tehetetlen düh, otthoni kiszolgáltatottság, szeretet, figyelem hiány. Ja, ezek is lehetnek, igen. Hangadók teljes közösséget el tudnak vinni. Az is biztos, igen. Megyünk a madár után közben. Az állami gondozó gyerekeknek se jó. Nem elég, hogy a társaik piszkálják, de még a felnőttek is. Na például az... Ó, nézd, ott van egy hú. Az még rosszabb lehet, igen, állami gondozottnak lenni, mert ott aztán nagyon sokan a drogok és a bűnözés felé fordulnak, akik állami gondozott gyerekek. És ezt egyébként nem is tudom pontosan, hogy mi miatt van. Egymást húzzák be. Nagyon-nagyon sokat lehet ilyet hallani. Akárki találja meg ezt, akárki is vagy, vigyázz a vízben. Az a dolog... lehet, hogy nevet, de nem azért van itt, hogy vicceket meséljen neked. Oké, vigyázok rá. Menjünk csak vissza a hajóba. Nincs itt több sú? De ott is van egy. Tök király, hogy elszáll. 13.32. Ott is van egy a nagy épületen fent. Meg ott is van egy szemben. Nagyon sok sú van. Szedjük csak ezeket össze. És most nagyon sokan mondtátok, hogy piszkáltak titeket itt suliban, de mikor múlt ez el? Mikortól lehet azt mondani, hogy tehát mi kellett ahhoz, hogy ez elmúljon és hogy jobbra forduljon ez a dolog nálatok? A bullying témát Concrete Genie dolgozta fel nagyon szépen. Hugh Connor, azzal játszani fogunk, úgyhogy no spoiler, please. Az következni fog a csatornán, szerintem még a következő fél éven belül. Amikor egyetemre mentél, akkor múlt el. Az iskolában apró leveleket írtam a barátaimnak az órák alatt. Nem úgy, mint te. Az én barátaim vissza tudtak írni. Nem úgy, mint neked. Miután elkezdtem dolgozni, érettebb emberek. Akkor te gimi vagy közép iskola után mentél dolgozni? Mert akkor nagyjából ez a 18 éves választóvonal lehet. Kb. Akkor, hogyha jól értelmezem, mert az egyetem is utána következik, ugye? Akkor szűnt meg, amikor másik szemüveg esett az iskolában, nem én voltam az egyetem 400 gyerekből. Mit tényleg? Ez tök furcsa, hogy így egyedül voltál szemüveges, pedig azért annyira az nem. Nem egy ritkaság, nem? Középsori után melyik után az iskolákat? Hát megértem, hogy az teljesen belédivódott így. Oda kellene eljutnunk, de egyőre a hajónkhoz menjünk vissza inkább. Itt át lehet esni ezen? Hát nem nagyon. Van bent valami számomra ott hagyva? Nem nagyon. Van itt egy csú? Nem nagyon. A szemmel az nem az? Nem. Volt barátnőm mesélte, 15-16 éves volt. Amikor a nevelő szüleitől, miután hivatásos nevelő apu két nővére után megpróbált őt megerőszakolni, felmetszette a heréjét, bekerült pár hétbe sima nevelő otthonba. Letépték, leszaggatták róla a gyerekek a ruhát, mert Nike melegítő volt rajta, és nekik nem lehet másnak se legyen. Ez komoly. Ez nagyon durva. Ez igen. Annyira szörnyű, amikor egy gyerekkel ilyenek történnek, teljesen kiszolgáltatva. Gondolj bele, senki nem áll melletted. Úgy rendesen. Főleg, hogyha az csinál ilyen szörnyű dolgokat veled, akinek igazából védelmeznie kellene a világtól, nem? Nagyon durva. Akkor szűnt meg, amikor másik szemüveges. Ja, igen. 90-es években jártál suliba, de hát attól még...
Attól még, hogy 90-es évek, attól még voltak szemüvegesek. Mi? Túl hangos vagy, mondja a szörnyeteg? Az öcsénk. Várj, csak segíteni szeretnék. Menjünk utána. A legrosszabb, hogy még a tanár sem tud tenni semmit, ja. Igen. Szerető nevelő szülőkhöz került, ahol apuka látta, hogy értelmes akar tanulni, szorgalmas, foglalkozott vele. Anya féltékeny lett, szóval a többi nevelt gyerekkel verette kutya belé az asztalra, ráadott neki enni. Milyen állat az ember, nem? És nem az az állat, akinek az asztal alá adnak enni a kutya mellé, hanem az az állat, aki odaad a gyereknek enni. Szeretet nektek is. Feltétlen szeretet küldés. Az ilyeneket nem sajnálnád, hogyha véletlen meghalnának. De mondjuk... akármennyire is rossz, azért nem szabad lesüllyedni az ő szintjükre, érted? Itt is van még egy palack. 12. Miért nem mondta el nekem? Ha valamit mondott volna korábban, akkor segíthettem volna neki. Ezeket én hagytam itt az üvegbe, ezeket az üzeneteket. És ez már a harmadik próbálkozásom. Akkor, hogy megoldjam ezt a szituációt. Háromszor próbáltam, akkor ez alapján megszabadulni ezzel a... Hey, semmi jelen nem volt, hogy ott lerántanak. Oh shit. Újra, bocsánat. Merre van a barátunk? A nagy madár arra ment. Hol voltam fent, ahol... ott szerintem, ugye? Ahol találtam ezt... Ja, de várj, össze van szedve a 12. Oké, meg vagyunk. Keresnék még egy-két csút azért. De a tanárnak is azért nagyon kevés beleszólás van. Tehát... maximum, hogyha éppen rajta kapja a kölköket, ugye? Mert hogyha most azt mondja, hogy ne piszkáljátok, akkor meg elkezdenek azért szekálni, mert a tanár védelmez. Sú! Akkor kerültem keresztűzbe, amikor Pestről vidékre leköltöztünk, 7 évesen senki nem tett arra, hogy hová születik, vagy hova kerül. Igen. És téged azért bántottak, mert nem oda abba a faluba tartoztál? Vagy mert te városi gyereknek számítottál? És lehet, hogy esetleg jó módúbbak voltatok? 13. Ez a város olyan érzés számomra, mint az otthonom lenne. Minden része, még ez az erkély is furcsa. Ott egy csú. 33 gyerekre jutott egy tanár. Megvan a madarak fele. Tök jó, haladunk. Hol hagytam a hajót? Nincs egyébként gáz, nyugodtan leírhatjátok. Mondjuk az acsi felmetszés az tényleg kicsit erős, de az amiatt erős, mert a dolog erős, és nem azért, mert leírtad, na mindegy, érted? Sú! 17! Vajon, hogyha összegyűjteném mindet, akkor mi történne? De hát ja, igen, az élet. Nálunk azért ennyire durva dolgok szerintem nem történtek. Ennyire nem. De én mondjuk egy jó suliba jártam. Meg nálunk ilyen ritka módszerrel tanítottak. Nem ez a Waldorf rendszer, ami manapság nagyon divatos, és egyébként egyáltalán nem egy rossz dolog. Ja, egyébként a két öcsém. Fél öcsém. Ők a Waldorf sulikba járnak. És tök furcsa. Olyan projektjeik vannak. Tehát így teljesen más gondolkodásra neveli őket az iskola. Egyáltalán nem bánom, hogy oda járnak. De az alap iskolákhoz képest mindenféleképpen különcöknek számítanak. Tehát tökre kiemelik a tehetségüket, és hogy olyan dolgokat kell csinálniuk, ami, tehát így nagyon rámennek a csapatmunkára, a projektmunkákra,
Olyan, mintha egy mini szakdolgozatot kellene írniuk ilyen 17-18 évesen is már kb. Ilyen tök furcsa az egész. De egyben tök jó is, mert nagyon sok olyat ad, amit az alapiskola nem tud adni, mert egyszerűen nem olyan a rendszere, nem olyan dolgokra világít rá, és ezt az egyentudást próbálja ugye mindenkinek a fejébe belenyomni, miközben nem mindenkinek ugyanolyan a feje, szóval... Én értem, hogy ez a Waldorf rendszerű iskola téma, ez már egy ilyen next level shit. De egyáltalán nem shit. Na jó, menjünk a madárhoz, mert itt nem látok több sút, menjünk tovább. Pestiek, mint a zombik lennének, holott nem fogták fel, hogy jobban belegondolnak, Pestre vitték piacra adni a dolgaikat. Meghalnak téged és megtalálnak minket, mondja a tesóunk. Nem rohanhatsz el, nem repülhetsz el mindig. Oké, talán elrepülhetsz. Pesti ember nem veszi az áruikat, nem tudom, miből éltek volna, meg nagyon szitták az ittenének a pestieket. Ez érdekes. Maradj csöndben! Ha meglátnak, megölnek, mondja. Tengerészekké váltunk közben. Kezd megijeszteni. Miért nem engedi, hogy közel menjek hozzá? Találunk még itt sút valahol? Az előbb itt kötöttünk ki, na? Sunny, ne félj tőlem, én vagyok az. Én hallom itt a súkat. Kössünk ki. Csak úgy, hogy ne nagyon kapjanak el azok a karok. Nem itt voltak valahol? Hallottam a hangját. Vagy lehet, hogy csak annak hallom, hogy száldosnak fölöttem? Vagy ott az az? Micsoda izé, 360-at nyomok. Nem, az egy mentőv. Ja, hogy ott szállnak, nézd milyen sokan vannak már. Tök király. Még egy 360. Tök jól tudom irányítani, nem? Béna vagyok. Volt mikor szóltam a tanárnőnek, ő meg flagmán csak annyit mondott, hogy jaj, hagyjuk már. Na, az igen. Felelősség lerázása. Hogyan fogok tudni elérni hozzá? Folyton elszáll. Mi lehet ennek a megoldása? Amikor ide jövök, akkor meg átmegy a másikra. A hajó. A hajó nem tetszik neki. Szálljunk le róla? Menjünk gyalog. Túl hangos a hajó. Nem úszhatok, mert itt megesznek a vízben. Szia! Sunny, tudom, hogy ott vagy bent. Nem hagyom, hogy bántsanak többé, megígérem. Segíteni akarok neked. Okay. Felszállhatok a hátára, lehet? Az olyan lenne, mint a végtelen történetben. Beugrik a vízbe. Egy madár nem szokott a vízbe ugrani. Szia, gyilkos mókus, menjünk utána? Gyorsan vissza a hajóra. Csónak inkább. Nem érdekel, hogy nincs érettségim, dolgozom, alig van magán problémám és kész. Ez a lényeg. Te is megtaláltad a helyed az életben. És ez így van rendjén. Ilyen cukin sandit vissza ránk. Bármennyire is szörnyetegnek tűnik. Nem láttam még kormoránt? Hát élőben nem sűrűn. Sunny? Hova ment? Tisztítsuk meg! Chloe! Itt hagyott téged. Hadd segítsek. Ez a kis világítós bigyó. Most utána megy a tesónknak? Leengedi a vizet? Leengedi a vizet, igen, megint. Jó, megvan ennek a játéknak a menő faktora egyébként. Komolyan mondom. Tehát abban a három és fél órában, amíg tart, azért egészen szórakoztató szerintem. Meg lehet közben gondolkodni ilyen dolgokon, amit felmerült. Tehát tökre jól adja a stream alá a témát. Milyen gyönyörű. Ismerem ezt a szomszédságot. Sunny iskolája mellett van ez a hely. Shu! Témánál vagyunk, engem is az alakom
mi? Alkatom gírnyó és a szemüvegem véget terrorizáltak. Táska kiborítása, megverése, elegem lett. Bevittem bátyám csúszniát, kukorica szemmel szem előttem bántalmazómat, megúsztam egy igazgatóival, jókora anyai pofonnal. Hát de utána azért nem cseszegettek, nem? Tehát megmutattad, hogy izé, jó van, helyzet van, akkor ennek így kell lennie, aztán utána gondolom el volt rendezve, tehát nem nagyon szarakodtak veled utána gondolom. Még nem találtam meg, de vannak már barátaim, már csak egy hölgyeményt kell találjak az életemben. Hát az a legnehezebb. Attól tartok, hogy a párválasztás témája az az egyik legnehezebb. Barátokat az ember könnyebben talál, mint egy életen át tartó kapcsolatot, azt hiszem. Valahol talán az a legjobb, hogyha egy kapcsolat nem csak úgy kapcsolat, hanem egy barátság is egyben, nem? Vagy hogyha abból alakul ki talán. Vagy ez nem szokott így menő lenni? Szerintem azok a kapcsolatok, amik csak úgy elindulnak valahogy, és nincs mögöttük egy olyan barátság, hogy kedvelitek egymás dolgait, az valahol valami hiányolni fog az a kapcsolat. De lehet, hogy csak én gondolom így. Keresek egy képet, átküldöm neked. Nem kérek dickpikeket, köszönöm szépen. Te kérdezd meg a cseten, hát ha valakit érdekel. Arról én már lemondok, barátok vannak legalább. Valahogy én is így vagyok, hogy család és barátok, ez a kettő a legfontosabb. Csajozás téma az meg olyan, hogy nem tudom, hogyha elég sok rosszba nyúl az ember, akkor egy idő után rájön arra, hogy nem kell ezt a dolgot erőltetni, és hogyha valami úgy jön, hogy nem neked kell utána menni, hanem valaki tényleg nagyon szeretne veled lenni, akkor az ember inkább azt fontolgatja, és nem azt, hogy ő keressen és nyúljon ugyanúgy rosszba állandóan. Igen, nekem írjatok, hogyha Bloodin dickpikjeit szeretnétek látni. Hova kellene menni? Hey. Ja, ide! Jó, megvan. Hey, itt is vagy! Hiányoztál! Just try to not get yourself trapped again, okay? Most próbálj nem csapdába esni újra, jó? Nézzünk már körül erre is. Ha már ide rakták a játékba ezt a hatalmas placot, ki tudja, mi mögött találnánk egy palackot esetleg, és lennénk gazdagabbak még egy gondolattal. Itt mondjuk nagyon kézenfekvő lett volna eldugni valamit, ide mondjuk, de semmi baj. Hey, Rasta van! Köszönöm szépen a mai 12. subgiftedet, nagyon szépen köszönöm, kedves tőled. Köszönöm szépen. Most már Bloodin is menőszett az emotokkal. Itt vagyok egy éve és még mindig nem kaptam Mokitron OnlyFans linket. Azért, mert nekem nincs. De... Gondolkozom, hogy van-e olyan ismerősem egyáltalán, akinek van. Azt hiszem, hogy akinek van, annak sem látható, tehát ilyen régió szűrés van, és Európában például nem lehet megnézni, csak Amerika, Ázsia. És az is inkább ilyen művészi akt téma lehet. Nem is nagyon van olyan ismerősem szerintem, aki OnlyFans-ezik. Nem, bárhogy pörgetem. Nem. Nekem sincs így emiatt, de hogyha tudod, a tömegnek nagy ereje van, hogyha mindenki csinál, akkor én is csinálnék persze. Ó, ne, tűnj innen! Amúgy csak vicceltem. És az a fekete dolog ott ráment Glowy-ra. Jó Isten, már megint jönnek. És akkor most ide kéne bemennem? Aha. De elnyelik! Bántják! Ezt meg lehet itt tisztítani? Aha, el lehetett szívni így azt a gonoszságot róla. Gyere csak a tatyomba. Nagyon helyes. Megvan, mi történik? Nézd. Hurry up, Sunny. You're going to be late for class. Elkésel a suliból. I hate gym class. Utálom a tesi órát. Micsoda? Azt hiszem, hogy az volt a kedvenced. Mi a baj vele? Did he want to tell me? Mit akart elmondani? Szia, VNK, jó éjszakát! Glowy, not again! Fight back! Glowy, ne, már megint! Küzdj velük!
Várjunk csak, mielőtt lemennénk. Nézzük meg, hogy van-e sú. Hát, errefelé nem nagyon, azt hiszem. Nem baj, akkor lemegyünk. Rájöttem, hogy... Hogy futottam életem során egyre jobb párkapcsolatokba, pasiba, meglepő a válasz, képes vagy tanulni a hibáidból, felhasználni azokat a dolgokat, amiket ott tanultál. Igazából a kapcsolatban visszanéz rád, te magad, legalábbis én így gondolom. Igen, de szerencse faktora is van ennek, nem kicsi, szerintem. Mert nem tudhatod. Tehát általában szeretnek az emberek egy pozitív képet mutatni magukról, amikor egy kapcsolat elkezdődik, és szépen lassan jönnek csak ki a negatív dolgok. Én ezt gondolom, nekem ez volt a tapasztalatom. Legalábbis, hogy az eleje mindig szép, meg minden, és aztán jön a tipikus kritikus 3 hónap, kritikus 3 hét, kritikus nem tudom, 3 év. Ezek mindig ilyen mélypontokat, vagy legalábbis statisztikailag gyakorta mélypontokat hoznak magukkal, és ez nem véletlen van így. Mit szeretnél megosztani ennyire, Bloodin? Kíváncsi vagyok, hogy mi lenne ez, ami ilyen fontos most így hirtelen. Amúgy VIP-d van, tehát tudnál. Barátaim néha olyan keményen megütnek, hogy fáj. Annyira nem királynak érzem magam, hogy nem értem a vicceiket. Micsoda, Sunny? Semmi. Próbálta elmondani, és nem hallgattam meg. Ó, Istenem. Ott fent azon a tetőn is van valami. Azt is megpróbáljuk megoldani. Felmászunk oda is valahogy. Szegény gyerek, és a nővére tökre nem figyelt rá. Mi ez a játék? Kis info, szevasz Kenderen. Ez a játék arról szól, hogy egy lány valahogy magába temetkezik. Valahogy a magány annyira folytogatja, hogy egy idő után átváltozik egy szörnyeteg, és ez a játék arról szól, hogy szembenéz a saját problémáival, és a végére megszabadul ezek alól a terhek alól. Azt hiszem valami ilyesmi, rövidre fogva. Most a testvérünk is itt van. Értem a vicceiket, mindenki viccesnek gondolja, csak én nem. Mi a baj velem? Miért nem emlékszem erre? Ennyire tényleg lefoglaltak a dolgaim? Mi a baj velem? Tehát, hogy közben tökre ment a bullying az öcsénknek, mi pedig el voltunk fogalva a saját kis dolgainkkal, és nem figyeltünk oda, miközben mi segíthettünk volna neki, hogy egy kicsit jobban érezze magát. Tettél ma már rossz fát a tűzre? Mivel? Addig nem tudjuk őket innen elcsicskíteni, nézd meg, hogy bántják. Amíg nem találjuk meg az utat ide fel. Ez egy kicsit nehezebb lesz, lehet, mint gondoltam. Ott is van egy, akkor oda is próbáljuk meg felmászni. Tele van egyébként ez a hely ezekkel a sötét kis dolgokkal, amik Sunny-nak a kis glowy, nem tudom, kis jó lelkét, jó létét próbálják lefeketíteni szó szerint. Költözésnek köszönhetem a legjobb barátom, mi már 29. éve, Bratyommal volt nagyon jóban. Bratyom elkerült egy másik suliba, megszakadt a kapcsolatuk. Még a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Az tök szomorú, hogy nekik viszont ez így megszakadt. Mi a baj velem? Kérdezi a fiú. Próbálok keményebb lenni. Még sportolni is elkezdtem. Erős akarok lenni. De azt mondják, hogy mindig gyenge leszek, mert papa is gyenge. Okay, papa igazán gyenge. Ó, Sunny. Csak fel akartak idegesíteni. Papa nem gyenge, és te sem vagy az. Bárcsak elmondhattam volna ezt neked akkor. Remélem nem halt meg a kisfiú, hogy halálba szekálták. Az alkotónak tényleg... kijárt a rosszból, így ez alapján. Amik ebben a játékban fogalmazódnak meg. De az szerintem egy tökre jó dolog, hogy azért valahol mindenki számára egy kicsit megfogható ez a téma, és hogy mai nap
tehát úgy mondom, hogy manapság már vannak arra eszközök, hogy ezeket nem feltétlenül kiírd magadból, vagy hogy mondjam, hanem egy játék formájában jelenítsd meg. Még akkor is, hogyha kemény a téma. Ez szerintem ez tök király. Mert talán, hogyha ez a játék elmondja azt, hogy hogyan segített magán a lány, akkor ez valakinek lehet, hogyha csak egy embernek segít, akkor már megéri. Hol mehetek fel oda? Nem látom ide felfelé az utat. Azt látom, hogy oda... Ja, mert oda kell mennem. Bocsánat, elnézést, ott van egy létre. Úgy szakadt meg, hogy nem minden napos, de találkoznak, ott folytatják a labbajtnák. Egyébként azok a legjobb barátságok szerintem, ami tényleg olyan, hogy akár évekre elkerültek egymás mellől, viszont amikor újra találkoztak, akkor minden olyan, mintha tegnap beszéltetek volna utoljára, nem? Szembe kell néznem vele, de túl gyenge vagyok. Engem csak nem erre találtak ki. Túlságosan nyafogós vagyok, ők is ezt mondják. Néha rosszul érzem magam, Kay. Talán jobb lenne, hogyha... Ne. Talán jobb lenne, hogyha abba hagynám az élést. És Kay nevetett rajta. Mi? Ez most tényleg vicces? Bocsánat, Sunny. Nem hallottam, hogy mit mondtál. Elkezdenéd előről? De először nézd meg ezt. Barátom küldött nekem nagyon vicces kutyás képeket. Bocsi, egy kicsit csak elterelte a gondolataim. Nem gondolod, hogy ezek viccesek? Mostanság nincs humorérzéked. Szörnyű vagy, nem tudsz semmiről. És a barátod sem. Jézusom, nyugodj már meg. Menj, gyerekes vagy mostanság. Nem vagyok gyerekes, nem vagyok baba. Csecsebő. Nézd, sajnálom. Megígérem, hogy figyelek. Barátaidról beszéltél, ugye? Jól érzed magad velük? Nem, micsoda, nem. Sosem figyelsz rám, Kay. Akkor mi a problémád? Mondd el. Úgy hangzik, mintha én lennék a probléma. Sunny, várj! See you later, I guess. Hát akkor találkozunk később, gondolom. Oh my God, Sunny. Jó Isten, Sunny, annyira so sajnálom, sorry. Olyan idióta voltam. I was such an idiot. Ide bemehetek? You're not alone. De te már nem vagy egyedül többé. Not this time. Többé már nem. Ne aggódj, miatta ő jól lesz. Hogyha nem menne jól, akkor mondaná. Ez volt a palaciba zárva. Ha távolodom, akkor ilyen nehéz, hogy sem tudok menni. A little baby girl. Most megint bántják. Szia, Snarkemis, mi a helyzet? Hogy vagy? Megint bántják, és nekem valószínűleg ezeket... Au! Meg kellene tisztítanom akkor, hogyha jól értem. Oké, kicsit neccesben vagyunk. Aha, meg is öltek. Ez túl sok számomra, mondja Kay. De valahogy segítenünk kell a gyereknek, igen. Hát, hogyha nem tudom ezeket így megtisztítani, akkor viszont mit tudok csinálni? Ott ülnek rajta. El kell őket kájtolnom. És lehet, hogy csak neki kell mennem. Aha, oké, ez így egyszerűbb. Úgy se kaptok el soha. Nem kell megtisztítani, csak neki kell menni. Au! Megvan! Légy erős, Sunny! Itt vagyok, hogy segítsek, mondja a nővére. És most... Sunny még csak nem is egy fiú név. Bizonyíts be, hogy fiú vagy, mondják a többiek. Mit tettek Sunnyval? Au. Jó, menjünk előbb arra ott a jobb oldalon. Itt nagyon sokan vannak. Minden klassz csillelgetsz? Nálunk is ez zajlik, csak egy kicsit kemény ez a téma. Attól tartok, meg kéne állnom valahol, hogy regeneráljunk egy kis HP-t. Talán ez így most rendben lesz. Aha, megvan. Ezt felvesszük. Hogyha hagyják. Hagyják, oké. Okay. Itt van az utolsó, de már hárman állják körbe. Így esetleg könnyebb lehet. Megvan.
Még egy kicsit és mindjárt szabaddá válik. Akkor még egy körünk lesz. Három ilyen barátságom van, hálás is vagyok érte az életnek, hogy ők vannak nekem. Az nagyon jó. Ez tényleg nagyon jó. Ha ilyen barátságokra tettél szert életed során. És remélem, hogy mindenkinek lesznek ilyenjei. Ez nem vicces. Akkor majd megcsináljuk neked. Húzzátok le a nadrágját. Jaj, ne! De mi most megalázták a barátai? Mármint, hogy a nem barátai, hanem a... azok, akik szivatták a rohadék gyerekek. Ez rohadtul szörnyű lehet, hogyha letépik a nadrágodat, és kis kukidat kell mindenkinek ott mutogatni. De aztán meg hogy visszájára fordul ez az egész, nem? Tehát, hogy felnőtt korban meg már tökre szívesen mutogatják a férfiak random nőknek a péniszüket. Ez nagyon-nagyon furcsa. Menjünk erre, regeneráljunk egy picit. Szia, Solya, jó éjszakát! Köszönöm, hogy itt voltál. Mész vissza németbe, jól van, jó utat neked, aztán vigyázz magadra. Mit kellene innen csinálnom? Au! Lehet, hogy közel kell menni és megtisztít... Au! Megtisztítani ott a középső részt talán. Beszélj a saját nevedben, én nem teszek így kappa. Minden kappa mögött van egy kis igazság, mindenki tudja. Ezért nem szeretem a kappázást. Megtisztíthatnám? Vagy nem nagyon? Vagy most táplálnom kell flerekkel? Vagy most ott van fent a... Oh shit, na oda hogy mászunk fel? Próbálj már meg nem megenni. Jó, fel kell másznunk oda valahogy, de még nem látom pontosan a létrát. Talán... Jó, hagyjad már, ott van létre, megvan. Húzzuk el ezeket innen. Ez lesz az. Megvan. Van még egy golyó, igen. És meg is van. Na, hogy Sunny, majd segítek. Nem vagy többé ebben magadra ítélve, vagy hagyva. Úgy sikoltozol, mint egy kislány, ha-ha-ha, nevetnek a többiek. Mint egy csúnya lány. Többiek ordítják, hogy... Azért kaptad, mert hogy hazudtál nekünk? Mi van? Arra megint itt vannak a... Jó Isten, mennyien vannak rajtam. Itt is össze kell ezt szedni. Yep. Nagyon kis gusztustalanok, hogy letépkedték a nadrágját. Sebi, a róka. Nagyon szépen köszönöm. A negyedik havi feliratkozásodat második fokozattal, ráadásul tier 2-este, Jézusom. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves tőled. Köszönöm, köszönöm. És így körbeállták a gyerekek az öcsénket, de nem is tudunk oda hozzáférni ahhoz az útszóhoz. Köszönöm még egyszer. Várjátok talán így erre? Aha, ez jó volt, ez jó volt. Meg kell találni az utat oda befelé. És akkor egyből működhet. Au! Visszafutnak egy idő után, az a baj. Húzzuk el. Hogyha erre húzzuk, akkor... Ott lesz az út talán. Nem? Mindegy, bemegyek. Nem, inkább nem megyek be. Semmi baj, még meg vagyok. Felvettem! Ugyanis! Hoppá! Megvolt! Akkor most magunkba szippantottuk az összes kis gonoszságot, ami bántotta a testvérünket. És ott áll a háttérben, nézd mekkora madár alakban. Egy szomorú madár alakja ő. A lány azt hitte, hogy neki volt rossz élete, de közben nem is figyelt arra, hogy a környezetében mit tesznek a gyerekek a testvérével. Hát lehet, hogy neki még rosszabb volt. Az még sokszor így van, hogy az ember csak a saját dolgait látja, és nem látja, hogy mennyivel is lehetne rosszabb. Azok ott nem a barátaid, mondja Kay. Ebből elég. És rájuk ütölt, hogy elég. Állj.
Hoppá! Végre kiállt magáért. Sunny, annyira sajnálom, hogy nem láttam ebből semmit előzőleg. És azt is, hogy nem figyeltem rád. Soha többé nem hagylak el, megígérem, oké? Vajon most mi fog történni? Visszaváltozott! Teljesen normális gyerek alakja van egyébként. Nem kellett hozzá túl sok minden, Sunny. Hogy... Sunny! Sunny! Minden rendben lesz, mondogatjuk neki. Tehát nem kellett semmi negatív külső tényezőnek lennie a gyermeken azon, hogy... vagy azért, hogy piszkálják a többiek. De mivel sírt, ezért újra megemelkedik a vízszint. Mekkora király kis hajója van, azt a... Sunnynak nincs lelke? Hogy érted? Gyorsan úszunk oda a hajóhoz. Biztos, hogy van fent Shu. Fel tudok mászni rá? Jó vagy, Sunny? Mi? What? I can't... Hoppá! Kicsit feldobott az a cucc. Miért nem értem többé őt? Amikor szörnyeteg volt, olyan jól megértettem. Gondolom azért, mert ő többé nem szörnyeteg, mi viszont azok vagyunk. Akkor most a saját problémánkat is meg kellene valahogy oldani. Ja, de nem mehetek vissza a városba, muszáj, hogy a csónak után menjek. Vagyis, hogy a hajó után a csónakkal. Szia Csaba, jó éjszakát, kösz, hogy itt voltál, jó pihenést. Na, aludtál, Zoli? Mi a helyzet? Furcsa. Az első szörnyeteg. Szörnyű dolgokat mondott rólam. De igazak voltak. Azt mondta, hogy csak magammal foglalkoztam. Előzőleg nem láttam, esküszöm. Legalább végre tényleg hallgattam, hogy mit mond Sunny, mert hogy figyeltem rá. Csak ez számít. Kíváncsi vagyok, hogy látni fogom-e még azt a lányt. Mintha egy élet is eltelt volna, mióta utoljára találkoztunk. Akárki itt is keresett, remélem, hogy megtalálom majd őt. Mármint, hogy megfogja, megtalálta őt. Örülök, hogy Sunny újra ember. Bárcsak meg tudnám kérdezni tőle, hogy hogy csinálta. Szia, Kenderen, jó éjszakát! Átjöttünk egy sokkal vörösebb helyre. Sunny, jól vagy? Nem értjük, hogy mit kiabál. Oké, csak maradj ott. Biztos, hogy van valaki, aki tud nekünk segíteni. Körbenézek. Ezen a helyen még nem jártam, mert itt van egy... Készen állsz, hogy úsz velem újra? Itt van a szörnyeteg már megint. Gyerünk, mindig beadtad a derekad a kísértésnek. Tudod, hogy te is akarod, mondja a szörnyeteg. Mármint, hogy... hogy ússzak és lemerüljek vele, és izé... megint felfaljon, felemészen minket a sötétség. Mi a fenét mond? Nem lehet, hogy ezeknél a házaknál én jártam már, csak most másik jelenetben, másik színnel van kiemelve minden, és ezért másnak tűnik. Ötödik fejezet. Egy. Vagy egyetlen? Ott is vagy. Hál' Istennek, jól vagy. Oh, hello! Mindenhol kerestelek.
De helyett megtaláltam őt. Amint helyetted őt találtam. Hi? Na, hello, okay vagyok. Okay. Hagyj békén, mondja a szörnyetek. Próbálok koncentrálni. Mindenki akar valamit. Nincs időm más emberek problémáira. Van egy férfi szörnyetek, aki azt mondja, hogy nem mindig minden rólad szól. Tipikus. Elkerülöd a felelősséget, mint egy gyáva. Most már ő a te problémád. Átdobott minket. Helyes, hol is tartottam, mondja a női szörnyetek. Ó, rákapaszkodtam a csápjaira. Nem tettem még eleget. Hogyha segíteni akarsz, menj hozzá. Legalább nem evett meg. Ja, lehet, hogy ezek a szülők, igen. Ki tudja. Akik egymás közt küldözgetik a gyereket. Látod, hogy merre ment a lány? Hát itt volt az előbb még. Fókuszáljuk a szörnyetek. Szerintem beleestem a vízbe. Oké, semmi baj. Nézd, mit adott nekem, Jack. Ez az a zenekar, akiről beszéltem, az új lemezük. Sajnálom, egy kicsit fáj a fejem. Nem a legkirályabb ez a lemez? Ő a legkirályabb. Megcsokolhatnám, annyira romantikus. Fúj, Kay, ez annyira undorító. Micsoda, Sunny? Te is akarsz egy csókot? Fúj, nem. Ez a család, aha, igen. Hogyha az ott Sunny és én vagyok, akkor ez az én... Valószínűleg az édesanyánk, igen. És akkor megyünk, mert elküldött minket apánkhoz. Vagy legalábbis átdobta a felelősséget hozzá. Ez is egy szörnyű dolog egyébként, amikor még a szülők sem figyelnek oda, hanem egymás közt küldözgetik a gyereket, hogy valamelyikük majd segít neki, megoldja a problémáit, miközben... Hát ugye az lenne a normális, hogyha együtt hozták össze, akkor együtt is nevelik fel, és közösen vállalnak felelősséget a gyerek dolgai után, iránt. Úgy tűnik, hogy nem is igazán szeret túrázni. De hát az, az egész túra az öltete volt. Tudom. Csomó dolog meglep, amiket mostanság mond. Az apánkról beszél? Vagy nevelő apánkról beszél? Itt van egy víz alatti szörny is. Aha, oké. Okay. Óvatosan kell, hogy menjünk. Melodies? Melodies? Lehet, hogy megint nem tudom rendesen. Szerintem Melodies lesz az a név. Nagyon szépen köszönöm a raidet. Üdvít nálunk a vészkórusban. Mi a helyzet? Hogy vagytok? Köszönöm, köszönöm. Szia, Axi! Jó éjszakát! Hát megindulunk, aztán reménykedünk benne, hogy nem talál meg a szörnyetek. Mama, nem értem. Jack, annyira távoli mostanság. Okay, most a saját dolgaimmal kell foglalkoznom, oké? Okay? Az apád... De annyira össze vagyok zavarodva. Ő volt a legkedvesebb ember a bolygón, de most ő... Olyan, mintha soha nem lenne ott már többé. Tehát megváltozott az apánk valami miatt. Mondjuk egy ilyen anya mellett nem csodálom, tehát aki soha nem törődik semmivel. Valószínűleg anyánk is egy mentális beteg személy lehet. A játék szerint akkor ez alapján. Nio 2 volt? Az jól hangzik. Az egy nagy királyjáték, imádom. Még a DLC-t végig se vittem. Hopp, éppen hogy csak sikerült elkerülnünk ott a támadást. Ja, nagyon kedvesek voltak a szülei. Mama, hol van papa? Papa, legalábbis. Azt mondta, hogy segíteni fog a karatéban. Miért dolgozik már megint? Nem tudom. Miért nem tartja be sose az ígéreteit? Miért nem csinál soha velünk dolgokat? Nem tudom. Anyánk csak ordít, hogy nem tudja. Ezt ismételgeti. Hát a gyerekek meg ugye semmit nem fogtak fel abból, hogy mi zajlik ebben a párkapcsolatban. Valószínűleg megromlott a kapcsolat, és így egyre jobban széthullott a gyerekekkel való kapcsolata is az apánknak, így ez alapján ezt gondolom. Endgame-ben lehet az alapjátékban? A DLC? Azt vágom. Majd egyszer folytatjuk még. Hogyha itt most lemennék, mivel nincs nálam a hajóm,
Ezért most parázhatunk attól, hogy merre jár a szörnyetek, ugye? A másik oldalon van. Hát próbálkozzunk. Nem. Á, jó, akkor most már menjünk, de szerintem most meg fog enni. Talán... Oké, megvan. Viszont, hogyha itt most jön a víz, akkor... Jó, oké, tovább, gyerünk. Elfoglalt apa magára maradt anya és lánya. Nem, szerintem apa azért lett elfoglalt, mert anyával elkezdtek gondok lenni, nem? Inkább én ezt olvasom ki ebből. Aztán ki tudja, lehet, hogy apának csak, nem tudom, mocorgott valami, és elment inkább új családot alapítani. Ami önmagában egy szörnyű dolog, de hát hány helyen megtörténik sajna. Mind a két oldalról, tehát nem kell annak férfi, nem kell ahhoz férfinak lenni, hogy ez a dolog előforduljon. Sajnos nők is csinálják, hogy magukra adják a családot. Ilyen-olyan okoknál fogva. Miért nem találok egyetlen sút sem? Pedig most nagyon adná magát. Itt ez olyan, mintha egy új helyen lennék, de aztán könnyen lehet ám, hogy nem vagyok egyáltalán új helyen, csak magasabban, mint eddig. Standard elhidegülés, maradjunk ennyiben? De nem tudhatjuk, ezt nem tudjuk kimondani. Érted? És ha más oka van? Arra kellene mennünk, de... Itt van még a szörnyeteg a közelünkben. Most indulunk neki. Megvan. Ott a következő tető darab. Oda is felmehetnénk. Talán. Most jön vissza. Akkor amikor el... Várjál, nem arra. De nem arra mentem át. Akkor miért? Na mindegy. Felmegyünk oda. Az anya egy szörnyű személyiség. Mindenkiben van egy kis szörny, hogyha észreveszed a történetben. Nincs kivétel. És vagy a környezeted tesz azzá, vagy pedig saját magad. Azzal, hogy nem figyelsz az igazán fontos dolgokra, eddig ezeket megtudtuk, hogy az, hogy nem figyelünk egymásra, meg ilyenek, az nem lesz jó hatással hosszú távon. Hogy mehetnék fel oda amúgy? Lehet, hogy erről kellene kerülnöm. Megpróbálkozunk azzal a létrával ott. Az elhidegülés következmény, nem pedig indok. Igen, ez valószínűleg így van, de mit akarsz most ezzel mondani? Ott szemben valami világít, látjátok? Ott egy palack. Át kellene mennünk oda is. Amíg a szörnyetek a másik oldalon van, talán erre még esélyem is lehetne. Nem, nincs. Shit. Azt hittem, hogy ott fel tudok kapaszkodni, de nem. Akkor, hoppá, ez baj. Talán erről az oldalról. Most arra van a szörny, és hogyha innen próbálnék átmenni oda. Nem, magasan van az a cucc. Nagyon magasan ahhoz képest. Jó, meg vagyok. Nem vagyok meg. Nem tudjuk, hogy mitől lett ilyen az anya. Tehát nem mondanám rá egyértelműen, hogy szörnyű a személyisége. Az szörnyű, hogy mennyire eltemette ez a kapcsolat, kapcsolati megingás, elhidegülés, nevezzük bárminek is. Hogy onnantól kezdve a gyerekei is egy kicsit háttérbe szorultak, pedig hát a gyerekek kire hagyatkozhattak volna, vagy kiben? Kibe kapaszkodhattak volna, hogyha nem a szüleikbe elsősorban. Gondolkozunk, hogy miért ilyenek a szülők, szerintem a sztori szempontjában nincs is jelentősége, de lehet, hogy meg pont ez. Lehet, hogy pont azt akarja mondani a történet, hogy mire figyeljünk oda, nem? Tehát, hogy ne kövessük el mi is ezeket a hibákat. Hát nem vágom, srácok. Itt meg még nagyobb... várj, ott van valami. Hát oda talán át lehetne menni, de onnan hova tovább? Jobbra kellene mennem, de... Na jó, próbálkozzunk. Ne egyél meg, mit? Jó, akkor egyél meg. Jó, egy szakán tifli mágus. Nem az anyuka csápján kell átmenni.
Na hát erre még nem is gondoltam. Megpróbálhatjuk. Egyszer már felmásztunk rá. Jaj, várjál, most gyorsabb volt a szörny. Próbáljuk újra, szavaz Gergő, mi a helyzet? Üdvözöllek. Próbáljuk meg még egyszer ezt a csápos jelenetet, amikor nem éppen ott áll a szörnyeteg. Ott úszkál. Oh shit. Jó, ez hiba volt, de nem baj. Próbálkozunk, lehet, hogy megint megesz. Yep. Pont mielőtt elértük volna. Messze van. Talán egy ugrással segíthetünk a távon. Na még egyszer. A bal csáp az tényleg olyan, mint egy út, de ez a... Lehet, hogy arról a másik házról szemben? Az van, hogy az a palack, az mindenképpen ott marad így. Arra a másik házra át tudok mászni vajon ott szemben jobbra? Az közelebbinek tűnik. Messze van a szörny? Hát most beestem. Akkor gyerünk, próbálkozunk. Bele tud kapaszkodni a kis csaj? Nem. Meglökődik. Ez a szörny viszont átúszik a csápon. A baloldali csáp az jól néz ki, a jobboldali egyértelműen nem. Erről a házról, ami most a bal alsó sarokban látszódott, szerintem át tudnánk menni. Akkor viszont csináljuk meg úgy, hogy... Nézzük, merre van a szörnyeteg. Messze úszik el távol. Nézzük meg, hogy... Már csak... Ne, Ké, mit csinálsz? Fellemel. Felfele nyomom és lefele megy a létrán. Ez igen. Ha most beestem. Oké. Okay. Nyugodj meg, Móki volt, nyugodj meg. Menjünk itt át, hát találunk egy felfelé vezető utat. Tényleg úgy áll az a csáp. De nem találunk felfelé vezető utat. Hol van a szörny? Mögöttünk van. Ugorjunk egyet, hát ha innen elérjük. Á, nagyon gyorsan jön. Vár csak, lehet. Mi? De megint meglököd? Ó, ne! Jaj, ne! Jézusom, mekkora mák! Hát micsoda fordulás volt? Nagy királyság! Oké, megvan. Köszi a tippet. Ez itt mi? Itt van a csónakom. Hello? 6. fejezet. Fájdalom. Hello, okay. Papa. Én vagyok az, Kay. Ó, itt ezeken fel kell ugrálnom. Aha, igen. Tök jó. Chloe! Hál' Istennek itt vagy, várj! Hol vagy? Ne hagyj itt egyedül, kérlek. Ezek itt le fognak lökni. Egész jól haladunk ahhoz képest. Mi ez a hely? Úgy tűnik, mintha valami nagy dolog támadta volna meg. Shu! Ez hányadik? 22/32. Nice. Nem tudom, hogy hány fejezete van amúgy a játéknak. Egyőre fogalmam sincs ezt illetően. Vagy felfelé megyek, vagy átugrálok arra. Inkább előbb felfele megyek. Hát, ha innen látnánk, hogy mi van ott szemben. Hát ott végig lehetett volna ugrálni, de nem látok a végén semmit, amit nyertünk volna ezzel az ugrációval. Hát pedig de. Ott egy palack. 15. Néha havat látok a távolban. Vagy lehet, hogy megőrülök, nem tudom. Ugráljunk vissza? Oké, okay, fel kéne menni, megvan. Bocsánat, hogy lemásztunk, de ha már egyszer itt vagyunk és... Nézd, ott is van egy... Ugye? Nem rosszul láttam. Nem, ott van mégis. Ha már egyszer itt vagyunk és játszunk ezzel a játékkal, akkor játszunk úgy, ahogy... Illik. 16-os. Szia üveg barátom. Furcsa, hogy... néhány szörnyeteget felismerek. Furcsa, hogy nem ismerem fel mindegyiket. Kérdezi. Oké. Okay. Na hát ide könnyen lejöhettem volna, de nem volt hozzá elég eszem, gondolom. Hol megyek innen?
Felfelé szeretnék haladni. Felugorhatok itt vissza? Ah, oké. Okay. Oké, okay, és innen merre tovább? Ti látjátok, hogy innen merre tovább? Ja, már csak egy óra van hátra. Egy óra nem látom, hogy merre kellene tovább menni. Ott fent esetleg. Ott valami feljebb fúj. Kívülről. Nézzük meg kívülről. Aha, itt erre kell. Oké, okay, megvan. Tök jó, hogy nem bánt minket a tűz viszont, nem? Ezek anyánk dűkkitörései lehetnek vajon? Most lefúj? Nem tud lefújni, akkor mehetünk. Olyan, mintha egy női hangja lenne ennek a szél fúvásnak, hogy hogy nevezzem. Nem vagy benne biztos, hogy ezt meg tudom csinálni, mondja Kay. De valahogy csak megoldjuk. Oké, okay, eddig tiszta. Itt egy létra. Szia Vulagár, jó éjszakát! Köszönöm, hogy itt voltál, jó pihenés neked! Mekkora jumping puzzle? Amúgy ez a rész. Az most itt el fog fújni, ugye? És az meg visszafújt ide az kiindulási pontra. Jó, várjunk. Aranyos vagy céduska vagyok, de még nincsen vége a streamnek, sorry. Was it really my mother down there? Szóval tényleg anyukám volt lent? Hú, éppen hogy csak sikerült átlógni rajta. Hát szerintem csak ő lehetett, csak az édesanyánk lehetett az. Jó, ott szerencsésen ugrattunk egyet és a lyukon nem estünk le. Már megint lefele megyek? Állj! Nem. Hirtelen azt hittem, hogy ott le kell ugranunk létráról, de nem. Itt csak szimplán lemászom és elengedem. Felismerem ezeket a bútorokat. Ez apa irodája. Mi történt itt? Puri, gyerünk. Hey, megvan. Jókor indultunk el. Lehet, itt most végig lefelé kell mennem. Ide is bemehetnék. Lehet, hogy... Nem tudom pontosan, hogy hol kell le mennem, de akkor szerintem ebből az irányból próbálkozunk inkább. Ez most ugyanaz a hely, ahol elindultunk. What? Ne csinálja már. És ott kellene lemennem. Hát akkor teljesen szimplán csak leugrálok, nem? Itt. Nem engedi, hogy leugorjak. Ó, és ez meg... Nem tudom, mit csináljak. Annyira mérgesnek tűnik. Várj, nem tudjuk, hogy lefelé vagy felfelé, de minden bizonyan lefelé kell mennem, hogyha kilövöm azt a flert, ugye? Hirtelen most felfelé megy. Oh jeez. Na jó, akkor nem arra megyünk, hanem felfelé. Szia Zozi, mi a helyzet? Össze kell szednem magam, erősnek kell lennem. Ez nagyon hosszú ideig fúj itt. Akkor jó irányba voltam, majdnem lementünk. Milyen szerencse, hogy ott megoldották, hogy ne zuhanhassunk ki. Ott középen, amikor majdnem visszaugrattunk, ugye. Erre kellett jönni, igen. És gondolom, hogy itt le kell mennem. Kézenfekvő lett volna, de nem. Úgy tűnik, hogy mégsem. Éppen esti lazulás van. Nálunk is egy indi játékot játszunk végig. Az ott anyukánk. És tényleg ő az, aki folyton ordít.
Nem akarom, hogy lefújjon minket. Na jó, úgy tűnik, hogy most megnyugodott egy picit. Ő a férfi szörnyetek, nem bírom ezt többé, mondja. Igen, ő az apu, bocsánat, hülyeséget beszéltem az előbb. Csak szerettem volna. Nem tartozom hozzájuk, mondja. Okay. Jaj, ne. Sajnálom. Csak nem tudom, hogy hogyan kezeljem ezt. Nem probléma. Úgy értem, meghallgatlak, hogyha szükséged van rá. Itt vagyok. Köszönöm. Nem. Nem elég. Ez nem helyén való. És ő is sír egy nagyot. Leomlik ez az épület, de lehet, hogy megint a vízszint is meg fog emelkedni így. Mhm. Valószínűleg mindegyik őjükön kell segíteni. Nézd, olyan farka van, mint egy kaméleonnak, nem? Ilyen hátrafelé kunkorodó, csavarodó. Mondjuk a testfelépítése is olyan. Annyira fáradt vagyok, de muszáj segítenem rajta. Egyszerre csak egy lépés. Mindent elpusztított, ordítja apánk. Mit csinálsz? Pontosan előtted vagyok. Ki pusztított el mindent? Én? Talán nem lát engem. Elfejtette, hogy itt vagyok. Ezzel a hullámmal kellene mennem valahová. Ha menjünk erre, nézzük meg. Oh! Rovi, várj! Megszabadítalak a fertőzéstől. Nem érdekli egyáltalán, hogy én mit akarok. Türelmesebbnek kell lennem és megértőbbnek. Hogyha helyet vagy teret adok neki, akkor minden rendben lesz, mondja anyánk. Mi történik? Tehát anyánk próbált volna valami megoldást találni, de inkább eltávolodott, hogy teret adjon apánknak, és nem tudom, lehet, hogy apánk meg ezt vette pont zokon. Hogy nem... Nem tudom. Megint csapdába vagyok. Miért történik mindig ez? Az egész életemet leállítottam, hogy megállítottam ezért a családért. De senki nem figyel arra, hogy milyen szükségleteim vannak. Szüksége van rá, hogy meghallgassam. Hogyha ezt teszem, akkor minden rendben lesz, mondja anyánk. Még mindig nem veszi észre, hogy itt vagyok. Hogy lehet, hogy ilyen közel vannak egymáshoz, de nem hallgatnak egymásra, nem figyelnek egymásra. Ez olyan, mint egy rémálom. Azt akarom, hogy... Legyen vége ennek az egésznek, kérlek, mondja Kay. Nem sikerült megszólítanom? Nem. Majd most. Hát a hullámok elnyomnak onnan. Á, értem. Újra. Gyerünk, gyerünk, meg lesz. Ez nagyon lassan történik meg, de megvan, sikerült. Megvannak a saját álmai. Bíztathatnám, támogathatnám. Apánk azt mondja, hogy soha nem leszek vele boldog. Talán, hogyha valaki más találnék. Nem, ez túl sok. Sír fel anyánk. Apa, húz felém. Gyere a hajó felé, apa. Mondjuk neki, de úgy tűnik, hogy apánkat elnyelte a víz. Drogi, ezt nem akartam hallani.
Én vigyázzatok Sunnyra. Segíteni akartam neki. Szükségem volt rá, hogy segítsek neki. Mert hogy muszáj volt segítenem. Egyáltalán mit tudok itt csinálni? Túl fájdalmas. Van egyáltalán számomra itt valami, amit meg kell tanulni? Amit megtanulhatnék, vagy amit meg kellene tanulnom? Komoly kérdéseket feszeget egyébként a játék. Eddig főleg az emberi kapcsolatokról. Milyen gyönyörű. Ez a nyári piac. Most már emlékszem. Idehoztak minket folyton, a szüleink. Itt találkoztak először. De nem látom sehol apát. Hol van? Szóval 3:15. Mikor kezdtünk játszani? 2 óra 36, hát akkor kb. 2 óra. Jó, akkor még már csak 1 óra van hátra. 7. fejezet. Leégetni a házat. Chloe, kik az új barátaid? Szia mindenkinek! Hé, hey, visszajöttél! Jéj! Játszunk fogocskát, mondják. Oké, okay, hogy játszunk? Elfejtetted a szabályokat? Hé, hey, de nem is... Ó, oh, várj! Az Y-t kell nyomnom, amikor... Aha! Értem, szóval, hogy éppen memória töredékeket szedünk össze. Amikor leugranak, nem akkor kellene őket elkapnom? Mert ez így nem fair úgy egyébként. Már csak lőjünk ki egy olyan bigyót. Nézzük meg, hogy hova kell mennünk. Lehet, hogy nem kaphatjuk el a gyerekeket addig, ameddig... Hoppá, nézd csak! Na még egyet, gyerünk, mondják. Ott van. Ja, értem így már. Tehát előbb ezeket kell összegyűjteni, és csak utána foglalkozni a kölykökkel. Gyerünk felfedezni, mondják a gyerekek. Felfedezők vagyunk. Milyen gyönyörű piac, mondta a fiatal nő. Nem annyira gyönyörű, mint te vagy, mondta a fiatal férfi. Anya és apa? Wait, nem lett volna egy Sue valahol? Nem, hirtelen nem látok. Vivien, annyira gyönyörű vagy, tudtad? Ötletem se volt, Ádám. Milyen... Charmer. Oké, ez egy jó szó. Fordítsuk úgy, hogy milyen kedves vagy. Futkároznak utánunk a gyerekek, de nem tudom, hogy be tudok-e mászni ebbe a vonatszerelvénybe. Vagy csak szimplán le kell itt ugranom. Hát akkor... A gyerekek mindjárt felmásznak. Elbűvölő, igen. Csak férfire ezt nem szokták nagyon mondani, nem? Imádom a piacokat. Ezek a kézzel készített kincsek. Nézd azokat a cuki baba zoknikat. Azokat is kézzel kötötték. Talán meg kellene vennünk, mondja a fiatal férfi. Az normális, hogyha egy fiatal kapcsolatban valaki ilyet mond? Szerintem elég ijesztő lehet, nem? Hogy... Bár ki tudja, hogy mióta tartott ez az egész. Egyőre még úgy tűnik, mintha most kezdenék így bókolni egymásnak. Aztán hát, hogy már régóta tart a kapcsolat. Hogyha ide jövök, innen felvehetem? Amikor a gyerekek oda mennek, akkor vehetjük fel. Oké, megvan. Mit tényleg? Meg kéne vennünk a babazoknikat? Mit kellene, hogy ez jelentsen? Kérdezi az anya. Hát, hogyha kedved azokat az oknikat, akkor... Lehetséges, hogy jól állnának lehetséges gyerekeken. Csak viccelek, ha mondja apa. Hát az egyáltalán nem vicces apa amúgy. Ez rohadtul ijesztő és creepy szerintem, de pater szerint ez rendben van. Gyerünk már, Ádám. Nem túl korai babákról beszélni? Az egész, csak annyit mondok, hogy egy olyan személy vagy, olyan típusú ember, akivel el tudnám képzelni, hogy gyerekeket nemzek.
Ezt randin elsütni azért elég HC dolog. Ti nem ijednétek meg egy ilyen pasitól, lányok? Vagy mondjuk fiúk egy ilyen nőtől, aki ilyet mondana? Elég VTF szerintem is. 17. Megint megtaláltam a lányt, de miért lép le mindig ahelyett, hogy segítene nekem? Ismered őt? Kérdezi. Okay. Tudjuk, hogy milyen fázisában van a kapcsolat. Randi. Ha jól olvastam. Ott is egy emlék. Úgy értem, nem most akarok gyerekeket, de tudod, egy nap. Sajnálom, talán jobb lenne, ha mennék, mondja apánk. Elég fura egy fazon volt. A nő nem úgy érződik, mint akarná. A nő nem hiszem, hogy tehát rajta normalitás érződik inkább. Érted, hogy nem pont egy randin akar erről beszélgetni, hogy vegyenek közösen gyerek zoknikat. Jó előre tisztázni, hogy ki mikor vagy akar egyáltalán. Az oké, de hát... Az más, hogyha erről beszélgettek, meg más, hogyha... Más, hogyha a másik felajánlja, hogy vegyetek gyereknek való zoknikat együtt, nem? Rohadtul nem tudok ott felmászni. Hát pedig nekem oda kellene feljutnom valahogy. Nem lehet, hogy itt kívülről lehetne valahol? Nem, ezt nem így kell. Na jó, lehet, hogy hibás volt ez a beugráció, amit itt műveltünk. Lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, és utána körbe menni inkább, nem? Könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy ott elmisszeltük egyszer ezt a cumót, de nem baj, majd innen. Végig megyünk ezen a falon. Na így lesz meg, ez az. Nem hallottad, hogy gyerek zoknit akar venni? Hát látod, ilyen ez az apa. Sú, menj onnan! Szemétláda, hát bezuhantam megint ide, mert nem akart... Az a sirály, azzal még bajok lesznek, mert ez hosszú út lesz körbe, mire visszaérünk oda. Márpedig azt a sirályt én el akarom kapni. Ő most átjött ide közben? Tehát ő változtatja a pozícióját? Milyen sok gyerek van itt körülöttünk, nem? Hogyan tudnám azt felszedni onnan? Lehet, hogy felülről? Ha ide állok, na jó, akkor lelöknek, nagyszerű. Várj, ne menj, minden rendben, csak... Elég cuki, hogy ezen gondolkozom, mondja anyánk. Csak lassítsunk egy kicsit, oké? Okay? Hát, nem tudom, nekem eléggé visszataszító, és ijesztő inkább, mint visszataszító, úgy mondom. Én tutira beszarnék, hogyha egy ilyen rukkolna elő valaki. Randi fázisban. Miért nem tudom felvenni, ami itt van fenn? Azért, mert nem ezt kell előbb, hanem azt, ami ott van a másik oldalon. Oda eldugtak valamit lentre? Majd mindjárt oda is lemegyünk. Természetesen, csak izé, elkalandoztak a gondolataim. Olyan gyönyörű ez a nap. Mit szólnál egy puszihoz az arcodra? Oké, Mr. Elbűvölő. Jézusom. Némileg rosszul vagyok ettől. Glowy, ne, valami baj van. Miért erőltette Father a gyerekeket, hogyha utána olyanná vált, amilyenné? Tehát, hogy lepauzálta az egész karrierét, meg mindent azért, hogy családot alapíthasson. Ő hozta fel legelőször. Rohadtul helytelen volt ez tőle szerintem. Bár elég sokan vagyunk, úgyhogy nem tudjuk, hogy igazából mit akarunk. Hol van apa? Nyugiké. Apa itt lesz bármikor, bármelyik percben. Hol az én gyönyörű, okos hercegnőm? Apa, itt vagy. Itt is vagy. Nem hiszem el, hogy már is 3 éves, hogy olyan magas vagy. 4 éves, Ádám. 4, természetesen. Kész felnőtt. Kérdésem, elnézést, hogy sajnálom, hogy elkéstem. Elkéstél? 2 napja nem hallok felőled. 2 napra eltűntél. Azt hittem, hogy meghaltál. Gondoltál egyáltalán ránk, hogy hogyan éreznénk magunkat? Szörnyű volt, üzleti út. Menjünk el a kávézóba, éhezem.
Ne veszek egy velem kéjjelölt. Ki akar egy nagy csoki fagyit? Én, apa, ha-ha-ha, szeretlek, mondja a kicsi kéj. Én is szeretlek, kéj, ha-ha-ha. Hát ez rohadtul nem fani így. Nem emlékszem erre, és nem is akartam ezt hallani, ez túl sok. Szegény anya. És te most ki vagy? Te is barátságos vagy? Kérdezi Kay. Mit csinálunk itt ezzel a gyerekkel? Várni is csak? Itt megint vannak ilyen feketék. Anya már megint sír. Oké, az eltűnt. Oké, a rossz gyerekeket kell átalakítani, jó kell. Aha! Kérlek, neves megint anya. Hát szegény anyánk nem nagyon tudott nevetni. Gondolom egy ilyen incidens után. Paterra. Már megint veszekednek. Oké, van 4 gyerek. Most már. Vajon hány darab kell még? Feleségedre is szoktatok randizni? Hát ez teljesen normális. De hogyha még abban a fázisban vannak, hogy puszit adjon egyáltalán az arcára, az egy másik. Az nem a feleséges randizás szerintem. Micsoda? Még mindig hallom azokat az automata vonat bemondó izéket a fejemben. Aha. Szóval, hogy egy vonatra kellett szállnom ahhoz, hogy iskolába menjek, később pedig egy egyetemre is. Ez egy ilyen love-hate relationship, amikor egyszerre gyűlölitek, meg szeretitek egymást, ugye? Se veled, se nélküled. Papa játszani akart velünk, de hol van most ő, kérdezik ki. Most jött ide? Ja, itt van, aha. Megvan. Nem bírom ezt többé, mondja ki. De tovább kell mennem. Tényleg elég leterhelő egyébként. Nagyon-nagyon sok minden van belesűrítve ebbe a néhány órába emberi kapcsolatokkal kapcsolatosan. Oké, mondja a szörnyetek. Szóval eljutottál ilyen messzire, gratulálok! Most már boldog vagy? Már megint te vagy. Csak tűnj el az utamból. Szívességet teszek neked, csak add fel! Nem bírom. Ha most megállok, soha semmi nem válik majd jobbá. De lehet, hogy rosszabbá válik. Meg kell próbálnom, mondja ki. Nagyon tömény, de most már érdekelne a vége. Én is pont így vagyok vele. Azt mondja az üzenet az üvegben, hogy nem érzem jól magam. Kérlek, segíts. Nem akarom ezt az egészet hallani. Túl sok. Túl sok. Nem tudok ezzel az egészen így segíteni. Nem értem. Azt hittem, hogy boldogok voltak. Ez az egész nem lehet valós. Most merre megyek? Oda kellene a létrán felmászni. Oké. Több ilyen palack nincs itt? Azt meg onnan ki kellene gondolom szednünk, hogy ne blokkolja el a továbbhaladást. Még több gondolat van ide palackba zárva. Szerintem ezek Kay-nek a gondolatai. Kétségeim vannak ezzel az egésszel kapcsolatban. Tényleg eljutottál ilyen messzire? Olvassa ezt egyáltalán valaki? Vagy figyele bárki is? Kíváncsi vagyok, hogy hány üveget misszelünk el majd a végén. Gondolom, hogy a 100% végigjátszáshoz minden kellene. Mi a baj ezzel? Az ott kinek a feje? Az nem is egy fej. Mi a baj ezzel itt vajon? Tovább kellene mennünk a másik oldalra. Oda, ott is van egy. Azt is meg kell tisztítani. Nem löpődnék meg, ha pasi lenne a palackos? Ez egy kicsit már túl kavarná szerintem a történetet, nem? Ez is megvan. A következő ott van valahol. Ezeknek egész nagy ilyen pajzsa van már. Ez valahogy különbözik a többitől. Talán használhatnám arra, hogy aktiváljam a többit. Oké, kicsit végigordítjuk. Eddig jól van. Akkor most kiszállunk ebből. Így van, bemegyünk a másikba. A sugarat tovább fogjuk szerintem
fordítani még hozzá. Most az itt rámegy? Aha, rámegy! Rossz ember vagy. Egy rossz testvér. Úgy kezelted Sunny-t, mint hogyha iszok lenne. Önző voltam, igen, de megváltoztam. Soha többet nem hagyom Cserben, vagy bárki más. Szóval most már azt gondolod, hogy újra beavatkozhatsz mások életébe? Vagyis, hogy értitek, hogy mire gondolok? Nem, csak figyelnem kell rájuk. Tudok nekik segíteni. Szegény Kay. Rosszabbá teszed csak ezt az egészet, anélkül, hogy rá, tehát, hogy felismernéd. Legalább próbálkozom, mondja Kay. Wow. Miért mondja azt, hogy rosszabbá teszi szerintetek? Azért ezt a próbálkozást is valahol értékelni kell. Ebben igaza van Kay-nek. Ott van fent a következő. Ott a létre hozzá. Gondolom, hogy onnan fentről kell akkor a másik tetőre rá irányítani a sugarat. Tisztítsuk csak meg. Dallason és Izaurán szocializálódtál, az igen. Kapcsolódjunk és vigyük rá a sugarat. Jézusom, hogy szenved szegény. Olyan ez, mint egy szülés nagyjából. Nem teszem rosszabbá, nem. Oké, ha te mondod, Kay. Ott van fent a kövi. Hamarosan eltakarodik a szörnyetek onnan az útból, és mehetünk tovább. Azt mondjuk pozitív, hogy egy történetet mesél, és inkább a sztorira fókuszál a játék, nem pedig a puzzle-ökre. Tehát nem lesz több annál, hogy mi? Várj, most éppen azt miért nem tudom odé vinni? Ja, de oké, visszük. Nem érted? Te vagy az oka annak, hogy a szüleid boldogtalanok. Hagyd őket békén. Micsoda? Nem, miattam maradtak együtt. És Sunny miatt. Egy boldogtalan házasságban, mondja a szörny. Hát, az igazság fáj. Ebben is van valami, egyébként nagyon sokszor előfordul. Nem, ők is boldogok voltak. Csak hallgatniuk kellett volna egymásra. Segíteni egymást. Nincs jogod megmondani a szüleidnek, hogy mit tegyenek, Kay. A gyerekeknek nem kellene beleszólniuk a szüleik életébe. Nem érdekel, segíteni fogok nekik. Figyelniük kell rám. Hogyha működött Sunnyval, akkor náluk is fog. Meg tudom ezt csinálni. Szóval tovább jutottál, mint bármikor előtte. De Kay, kérdezd meg magadtól. Miért vagy még mindig szörnyeteg? Lehet, hogy nagymama? Meg tudom ezt oldani. Nem tudom, hogy nagymama-e. Az, aki ott van, az még ki fog derülni. Nem lehet, hogy mi magunk vagyunk egyébként? Az kézenfekvő magyarázat lehet. Az agyós szál. Szerintem mi vagyunk azok. Hoppá, jön a víz. Szegény Glowy, még mindig le vagy kötözve. Meg tudjuk ezt oldani, oké? Amikor itt voltunk bent, ott hagytunk egy csút. Basszus, és nem tudtunk felmászni hozzá. Itthon is sajnos ez volt, szüleim még akkor is együtt voltak, amikor már nem szerették rég egymást. Miattam. Nagyon nagy teher ez egy gyereknek, ha nem tudja igazán mi a rossz otthon. Ez mondjuk rohadtul így van. Ja. Ez szörnyű. Akkor már a válás is egy... önmagában szörnyű, de talán egy kisebb rossz. Mint hogyha egymást marva együtt maradnak. Nem tudok ugrálni többé amúgy. És azzal még több kárt okoznak szépen lassan, nem csak a gyerekeknek, de egymásnak, saját maguknak is. Ez olyan dolog, amiben mindenki szenved, nem? Az most élni fog velem? Nem, megyek utána. Tudom, hogy kemények voltak a dolgok mostában. Igen.
hiányzol. És Sunny-nak és Kay-nek is hiányzol. Ne beszéljünk erről. Megmondtam, dolgoznom kell. Nem akarom elveszíteni ezt a pozíciót, annyira nehéz volt megszerezni. Kay most már 20 éves, tud magára vigyázni. És Sunny-nak ott vagy te. Nézd, teljesen ki vagyok fáradva. Beszéljünk erről később, oké? Rendben, csodálatos nap van. Ne rontjuk el. Rendben. És ez a hely nagyszerű, nem? Csodálatos, igen. Mutatnom kell neked valamit. Mi lenne az? Mondjuk, hogy csónakázni megyünk. Hajó kirándulásra. Látod azt a házat ott? Igen. Kedveled? Szép ház, igen. Hát, az most már a miénk. Micsoda, komolyan? Igen. Szia, Üvi, meg szia, Hammer. Jó éjszakát nektek. Ó, de hiszen ez nagyszerű. Gondolj arra a rengeteg dologra, amit itt tehetnénk. Grillezhetnénk nyáron, pihenhetnénk a kertben. Hát, ez csak az egész annyira hirtelen. Menjünk be, imádni fogod, mondja anyánk. Oké. Okay. Annyira boldogok leszünk itt, megígérem, mondja anyánk. Itt tényleg olybá tűnik, mint hogyha anyánk nagyon próbálta volna valahogy megoldani ezt a kapcsolatot. Fater volt az, aki elhamarkodottan ment bele ebbe az egészbe, és ráadásul ő volt az, aki nagyon korán és felelőtlenül jött is ki ebből az egészből, akkor ez alapján. A munkára fogta, miközben tulajdonképpen biztosak lehetünk benne, hogy lett valaki más, egy másik nő az életében, hogyha jól értelmezem. Ezért mondom, hogy kevesebb esküvő lenne, az emberek komolyan vennék az esküt, jobban rozma még a halál. Sokan bulinak veszik, ezért végződik a házasságok felválással. És nagyon korán is válnak az emberek. Nem ritka, hogyha ilyen egy éven belül elválnak. Hihetetlen. 4 éve vettük ezt a házat, szóval a családom, családi otthonom igazából csak egy ilyen hazugság volt már az elejétől fogva, mert hogy ezzel akarták volna menteni a menthetőt. Nem akarok beszélni, miért nem érted meg, mondja a férfi szörnyeteg az apánk. Szétesik a családunk, mert nem beszélsz. Csak figyelnünk kellene egymásra és segítenünk egymást, ez nem annyira nehéz, mondja anyánk. Nem, ezt már túl sokáig próbálgattuk így is, mondja apánk. Hé, ébredj fel! Játszunk! Mi történik, anya, apa? Mama, papa. Egymással szemben. Miért nem akarsz beszélni? Te kettőnk helyett is eleget beszélsz. Én végre csak egy kis békét szeretnék. De mindig motyogsz meg. Tiszteletlenül beszélsz velem, meg nyafogsz, hagyd már békén, mondja apánk. Ez igen. Mit csinál? Tűzet okád? Oh shit. Aha, és ettől mi sebződünk, gondolom. Oh ne, és ettől átalakul az a kis izé. Várj, hol lehetne megtisztítani? Ott anyánál? Itt hirtelen jó gyerek mindenki, ott meg hirtelen rossz gyerek mindenki, hogyha jól látom akkor. Aha, tehát mindig így kellene ezt tartanom egy flare-rel. Ó, hát ez rohadtul nem egyszerű, mert amikor idejövünk, akkor Pater fúj mindenkire. Akkor itt egyértelműen apára akarják kenni az egész témát. Az viszont rohadtul biztos, hogy a kommunikáció az mindennek az alapja. Hogyha elbújsz tök egyedül, az semmi sem fog jobbá változni. Tulajdonképpen én jól voltam. Már azelőtt is, mielőtt rámerőltetted volna ezt az egészet. Milyen egészet? Most beszélnek, de miért nem működik? Miért ordibálnak még mindig mind a ketten? Nem érti őket, Kay, hogy miért történik ez az egész. Mászhatok csak fel oda?
Oké, okay, még egy kör. Megvan az is. Nem jó, nem jó, nem jó, mert az... Várjál, de mégis csak jó. Oh shit. Oké, okay, megvan. Először boldogok voltunk. De ez nem volt elég számodra. Nem így van. Micsoda? Nem, neked család kellett. Neked gyerekek kellettek. Nem voltál az, aki a gyerekekről beszélt állandóan. Az emberek egy csomó mindenről beszélnek, amikor szerelmesek lesznek. Nem hiszlek el. Mind a ketten, léci, hagyjátok abba a veszekedést. Hallgattak egymásra, meg segítették egymást. Miért nem elég? Miért nem tudod működővé tenni? Hát nem annyira egyszerű ez az egész. Tehát valami más is hiányzik ebből a dologból. Nem csak a kommunikáció. Ez alapján az is lehet, hogy pusztán a szeretet hiánya az, amit itt látunk, nem? Ja, egyik sem akar gyereket, így a végén kiderül. Anya azt hitte, hogy apa szeretne, apa meg hülyeségeket pofázott, mert felelőtlen volt. Ez mondjuk azt nagyon jól bizonyítja, hogy felelőtlenül ne csináljunk már gyerekeket. Mert a gyerekek szívják meg, és ez tényleg igaz is lett. És ráadásul egyik sem foglalkozott azzal, hogy a gyerekek éppen mivel szenvednek. Mind a kettőből kis szörnyeteg lett, mint láthatjuk. Miért hazudtál a gyerekekről? Talán idővel akartam volna, de te nem tudtál várni. Azt hittem, hogy segíteni fog. De hogyan? Kérdezi apa. Hát így elkalandoztál. Azt gondoltam, hogy ha lenne valami, akkor az neked jobb lenne? Kérdezi apa. Nem, nekünk. Mindent megpróbáltam, hogy boldoggá tegyelek, mondja anya. Szóval ez az egész az egy hibám. Én tettem az egészet rosszá, rosszabbá. Jöjjenek a gyerekek, mert át kéne alakulni jó gyerekké. Elég durva egyébként ez. Ez a sztori. És én is rohadtul kíváncsi vagyok, hogy milyen élete lehetett, vagy hogy mondjam, mert az életét látjuk itt a nőnek, aki a játékot készítette, vagy inspirálta, vagy legalábbis megírta ennek az egésznek a történetét, de valószínűleg ez csak egy kis szelete annak az egésznek, és valószínűleg sokkal több állt itt, elmögött az egész mögött, és mi történik? Mindenkit elfúj, és aha, megint át kell alakítani a kölköket. Ott is van egy emlék. És itt is lesz egy darab. Szerintem így már megvan mindegyik. Mi a vége ennek a sztorinak? Próbáljuk megtisztítani. Még mindig meg tudjuk ezt oldani, mondja anyánk. Vivian, nem. Nem tudjuk. Megpróbáltunk már mindent, te is tudod. Egyáltalán hogy tudtunk bármikor gyerekeket vállalni itt? Mit gondoltam? Egy szeretet nélküli otthonban. Ne, hagyd abba. Mindig is szerettelek, mindannyiótokat, és még most is. Mondja apánk. Nem akarom, hogy a gyerekeink ezen menjenek keresztül többé. Ezért kell néha elengedned. Nem tudom, hogy tovább tudj lépni és meggyógyulhass. Jajne, Kay! Mi történt vele? Összeomlott. Lehet, hogy ezt már nem bírta elviselni. És ott van anya és apa, hirtelen ki tudtak lépni a gyermek érdekében, a szörnyetek szerepükből. És a könnyeikkel gyógyítják meg. Rohadtul kemény és rohadtul tömény ez a játék valóban. Hát önmagában elég lett volna már a bullying mint téma, de itt a gyermekvállalás, a kommunikáció hiánya, az önzés, a saját érdekek, a karrier,
van itt mindenről is szó. Hát egy egész életről lényegében tényleg ebben a játékban. Berakták a hajóba, hogy aztán majd ott valahol megdögöljön egy partnak sodródva. Álljátok, töltök egy pohár vizet. Mama! Papa! Anya, apa, ne! They turned into humans too. Ők is átváltoztak emberekké. Szóval jó dolgot tették végül is. Annyira boldog vagyok. But I'm still a monster. Annyira örülök nekik, de én még mindig szörnyeteg vagyok. Akkor mi magunk vagyunk az utolsók, akiket fel kell szabadítani. Hoppá! Majdnem nyomtunk egy seggest. Azt mondták, hogy fasza a víz. Menjünk a hajó után. Anya és apa. Achievement unlocked. And I can't understand you. És most már nem értem őket. What more do I have to do? Mit kell még tennem? Ja, most a család már megvan oldva, most már mi jövünk, de egyébként önmagában a játék még mindig nem ért, hogy mit szimbolizál, tehát az életben ezek a dolgok nem így történnek. Ez kicsit olyan, mint egy álom. Nem? Inkább. Feldolgozzuk, hogy lelépett a pasink, azt még nem tudjuk, hogy leléptek-e. Sokan azt hiszik, hogy ha elkezdenek eltávolodni egymástól, akkor a gyerek segít. Valószínűleg inkább fixálni kéne a kapcsolatot a gyerek előtt, biztos, hogy szerető környezetbe érkezzen, nem pedig megoldásnak, ez így van. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen messzire jutok. Sunny, a szüleim, annyi szenvedés. My poor parents. Szegény családom, szüleim, annyira hálás vagyok, hogy jól vannak, felszabadultnak tűnnek, boldognak is. Annak a szörnynek részben igaza volt. De honnan kellene tudnod, hogy mikor kell abbahagynod a segítséget, és csak úgy elengedni a dolgokat? Nem értem, hogy hogy lehet az, hogy szeretsz valakit, és mégis elköszönsz tőle. És hogyha erről beszélünk, nem láttam már egy jó ideje azt a kislányt, mennyire furcsa. Még úgy is hiányzik, hogy nem is tudom, hogy kicsoda ő. Kezd hideg lenni. Hentes Béla barátnőm elhagyott, azt nem ismerem, az egy jó szám. Szia kecske ember. Most jártál itt tegnap, nem? Megint ott van valami, amiben beleütköznek. De legalább ők már boldogok. Senki sem ért meg engem, csak te. 9. fejezet cím. Elviszkett az orrom. Chloe, annyira örülök, hogy te is itt vagy. Várj meg, mondjuk neki. Chloe? Why are you so far away? Miért vagy annyira távol, Chloe? It's freezing. Megfagyok. Ó, oh, itt egyre magasabb a hó. Vagy bár inkább... Aha, igen, lelassultunk a hó miatt. Mi volt ez a hang? Mit hallunk itt? Mekkora... Wow! Cica! I'm so happy to see you. Annyira örülök, hogy látlak. Nagyon hiányoztál, mondja a szörnyeteg. Jack, it's you. János, te vagy az. Persze. Oh God, I miss you so much. Mennyire hiányoztál te is. Annyira. Annyi dolgot kell elmondanom neked. Megtanultam mindent arról, hogy hogyan hallgassak másokra is. Hogyan hallgassak meg másokat is. Micsoda? Mi a baj? Why would you hurt me like that? Miért bántottál engem így? De mihez csak öleltelek? Esküszöm. Várj! Ne menj! Mit csináltam? Kérlek, sajnálom. Lány, János. Mi az Isten történt? Elveszik ezt a sárdot. Hú. This is a piece of...
Ez egy darab János arcából. Láttam valamit alatta, valami sötétet. Lehet, hogy János belül egy szörnyeteg volt. Mit csináltam, hogy így megbántottam? Meg tudom oldani. Visszaviszem neki. Meg tudom gyógyítani. Oké, okay, most leolvasjuk ezt a jégfalat. Glowy, hát itt van. De János egy darabja csak úgy eltűnt. Oké, okay, azért jöttél, hogy elvitt Sunny haza a suliból? Vagy miattam, hogy láss? Sunnynak még van fél óráig órája, szóval talán van rád időm, talán. Tudod, hogy megörülök érted, ugye? Folyton ezt a mondatot hallom, mondja Kay. Szóval nem én vagyok az egyetlen szeretőd. Hát, hogyha meg tudsz győzni, hogy megérdemled, akkor talán te leszel az egyetlen. Talán tartok egy kis bemutatót a képességeimről, gyere velem, mondja a férfi. Megfordul a sztori, hogy meg kell látni Jánosban a szörnyeteget? Lehet. Ez volt a kezdete a kapcsolatunknak. Tényleg két év volt már. Ő volt a legcukibb pasi, akivel bármikor valaha is találkoztam. Mondja Kay. Ja, lehet, hogy rá kell ébredünk, hogy nem mi vagyunk a szörnyek amúgy. Ó, a kegyetlen szörnyetek már megint itt van. Kay, ez komoly. Kérlek, hallgass meg. Nem, János itt van. Éppen mentem, hogy bocsánatot kérjek tőle. Kérlek, hogyha így folytatod, el fogod pusztítani önmagad. Hát, hogyha folyamatosan az utamba állsz, akkor én foglak téged elpusztítani. Kay, miért nem figyelsz rám? Kérdezi a szörnyeteg. Igen, itt valószínűleg ez lesz, hogy minden áron szerette volna megjavítani ezt a kapcsolatot is, mert hogy túl cuki volt a pasi, meg minden. És nem vette észre, hogy egy abuzív kapcsolatban lehetett benne, ahol lehet, hogy lelki terrorban tartotta a pasi őt, nem? Alig várom, hogy lássam megint Jánost. Azonnal felismertem őt. Ennek biztos, hogy van valami jelentése. Hát, hallod, Kay. Lehet azt jelenti, hogy egy seg vagy. De lehet, hogy csak fiatal, mert még nem veszi észre, hogy mi van, nem? Oda kellett volna lemennem. Jaj, ne! Jó, menjünk vissza. A pasi a hibás, jaj, Bladdin. Ne vigyünk bele szexizmust, ha kérhetem. Most ezt megtisztítottam, akkor menjünk a következőhöz. Oda felfelé kell mászni, ahol már egyszer elkezdtünk felmászni. Nincs itt egy kis sú esetleg? Egészen szépen haladunk. Utolsó fejezeteknél járunk már a játékban. Hogyha az lesz az üzenete ennek az egésznek, hogy már pedig a pasi volt a hibás, mert ugye a Chelsea megtörte magát, és a másikban kellett volna észrevenni a szörnyet, nem pedig saját magában. Ezúttal megoldom, hogy hagyjon békén örökre az a szörnyeteg, mondja. Szóval ebben viszont nem értek egyet a játéka, hogyha tényleg ez lesz, mert szerintem egy kapcsolat mindig két félen múlik, nem csak egyen. Kay, olyan sokat tanultál mostanság. Már majdnem ott vagy. Tudod, hogy mit kell csinálnod, nem? Pontosan tudom, hogy mit csináljak. Mindent felhasználok, amit tanultam, hogy segítsek Jacken. Szüksége van rám. Micsoda, nem, mondja a szörny. Ez egy Jack, ez a Kay szerintem. Szemben. Most próbálom megnézni az oda vezető utat. Kapcsolatban mindig dominánsabb egy kicsit az egyik fél, amikor túl domináns, akkor van baj. Nem tudom, hogy mindig így van-e. Azzal kapcsolatosan nem néztem statisztikát. Szerintem én itt nyomok egy seggest. Mert fasza a hó. Oké, menjünk tovább gyorsan, bocsánat. Elnézést.
Ez a kétféle múlik szöveg, bizonyos esetben áldozat hibáztatás. Bizonyos esetekben az lehet, de hidd el, nem erre gondoltam. Tehát ahol áldozat van, na mindegy, ott az, egy kicsit ott azért érdemesebb erről beszélgetni, de egy kapcsolat minden esetben szerintem két személyen múlik. Legyen az... mindegy, lehet, hogy nem tudom jól elmagyarázni, lehet, hogy inkább meg se kellene próbálnom. Semmiképpen nem arra gondoltam, hogy áldozatot hibáztassak, ha mondjuk családon belüli erőszak történik akár, egy abuzív kapcsolatban van az egyik félegység, akkor most ez így lehet, hogy nem állja meg hirtelen a helyét, tehát érted? De az esetek szerintem nagy többségében azért mégiscsak kettőn áll a vásár, két ember van benne. Az erőszakos témákban meg inkább ne menjünk bele. Az áldozat hibáztatása, azt mondom, hogy van olyan nőtípus. Már el csak. Nem tudom, hogy merre tudnám ezt mozgatni. Miért nem akar mozogni? Oké, mozog. Megvan. Hogyha azt mondom, hogy van olyan nőtípus, aki 100-ból is kiveszi azt az egy férfit, aki garantáltan megveri. Sajnos vannak olyanok, akiknek egyébként szimata van arra, hogy a legabuzívabb pasit válassza ki magának. Nagyon sok ilyennel találkoztam már életem során. Tehát amikor van a kedves normális, aki megadna mindent azért, hogy boldog legyen az a nő, viszont a nőnek meg az kell inkább, hogy egy ilyen abuzívság fejjel legyen. Ezzel nem tudsz mit kezdeni. Akkor hagyni kell, hadd menjen, aztán előbb-utóbb vagy megtanulja, vagy nem. Tehát ez sajnos egy ilyen dolog. Ezt azért kapod, amiért János és közém álltál, mondja Kay a szörnyeteknek. Kay, gondolj a szüleidre. Nem tanítottak neked semmit. Nem is láttam volna őket, hogyha hagytam volna, hogy megállíts. Próbáltalak megállítani, hogy ne sérülj meg, mondta a szörnyetek. Tudod, hogy mi fáj? Az, hogy veszekszünk itt. Az természetes. Veszekszünk, ezt csináljuk. Hagyd abba, hogy úgy beszélsz, mintha ismernél. Kay, gondold ezt végig. Könyörgök neked. Ki fog igazán segíteni, hogy megváltozz? Ő fog. Ő szeret engem. Nem, Kay. Nem érted. Pontosan jól értem. Ez szerelem. Te nem érted ezt. Aha. Igen, teljesen be van csavarodva a csaj. Teljesen meg van őrülve. Nézd, sajnálom a páncélodat. Fázol? Nem, hanem nagyon félek. Nem kell. Tudom, hogy mit teszek. Kay, nem látod, hogy mivé változol éppen? Te igazán nem érted. Ott a kutya megint szemben. Érdekes, hogy a sirályok meg az üvegek hogy eltűntek. Az utolsóban már nem is volt üzenet, mint hogy senki nem figyelne a csajra. Jack! János! Sajnálom, hogy bántottalak. Nem tudom, hogy hogy történt. Hey, ne aggódj! Boldog vagyok, hogy itt vagy. Annyira cukinak tűnsz azzal a táskával. Egyre nagyobb az a táska a sötétség miatt. Ezt az egészet vittem magammal folyamatosan. Itt vagyok. Figyelek rád és segítek neked. Ezzel leesett még egy darab a maszkából. Ne beszélj úgy velem, mintha beteg lennék. Jól vagyok, hagyj békén. Ne, kérlek, csak segíteni akartam. Emlékszem most már. Néha ilyen idegessé válik indok nélkül. Annyira szeretnék rajta segíteni. Biztos, hogy kell egy módjának lenni annak, hogy megmentsem, hogy segítsek neki. És aztán minden rendben lesz újra. Tönkretetted, mondja a lány. Nekem, hagynod kellett volna, hogy én beszéljek.
úristen. Oh, wow. De para. Hogy kitekerődött már a nyaka? Mi történt veletek? Jó, ezt a maszkot elkérem egy picit, jó? Majd később találkozunk. Sziasztok! Le kéne olvasztanunk ezt innen, nem? Várj, de most ezt itt folyamatosan bántani fog. És elveszi! Add már vissza! Hát nem tudom elvenni, hogyha mindig rajta van. Köszi, viszlát! Ugráljunk oda, hát egy gyorsabb. Nem tudom távol tartani őket a... De, oké, okay, megvolt, mehetünk. Are you feeling okay, Jack? Jól érzed magad, János? Igen. Kérlek, ne kérdezgesd folyton. Sorry. Sajnálom, csak olyan korán leléptél a buliból, anélkül, hogy szóltál volna róla. Igen, Kay. Azért léptem le a partiról, mert így akartam, oké? Okay? Oké, csak a barátaink és mi, hát így csodálkoztunk. És hogy én csodálkoztam. Csodálkoztunk. Utálom a bulikat, oké? Okay? És az úgynevezett barátaink viccet csináltak belőlem. Mi? De hát majdnem este, majdnem minden este velünk lógtál. Emellett soha nem csinálnak viccet belőlen. Szeretnek, én is szeretlek. Nagyon sajnálom. Nem szeretek emberekkel lenni mostanság. Mi a helyzet, Schleim úr? Hogy vagy? Kellemetlenül érzem magam, mint hogyha nem is tartoznék ide. Ó, gyere ide! Biztos nagyon fárasztó volt a munkád mostanság. Talán egy kicsit így... Ez az összebújás, amire gondoltad, hogy arra van szükséged. Igen, lehet, hogy így van, mondja János. Ez tavaly volt. Amikor összebújtunk, attól mindig jobban érezte magát. Talán erre van szüksége. Vagy talán egy energiavámpír. János. Megint megy tovább. Annyira furcsán viselkedik. Kezd megijeszteni. És tényleg egyre több és több stressz meg teher van a lánynak a hátán. Miért ignorál? Nyugi, csak stresszelsz egy kicsit. 14 nap. 14 nap, de nem hallottam felőled. Nem tudom, hogy megbántottalak, vagy hogy mi, megsérültél, vagy meghaltál. Nem gondoltál arra, hogy hogyan érezném magam? Egy másodpercig sem? Nem, Kay. Nem gondoltam az érzéseidre, amíg a legmélyebb, legsötétebb lyukban voltam, amit el tudsz képzelni. Sajnálom, hogy nem minden rólad szól. Mi a legmélyebb, legsötétebb? Micsoda? Megijesztett, Jack. Mit mondtam? Minden kettő múlik. Kérlek, Kay, csak hagyd békén. Csak fájdalmat fogok okozni neked. Nem vagy egyedül, itt vagyok neked. Nem akarom ezt. Többé nem. Hagyd békén. Az egész ilyen elmosódott, de szerintem erre emlékszem. Nemrég történt, talán egy hónappal ezelőtt. Hogyha ezt most elveszem tőletek, akkor... vissza tudok arra menni? Lehet, hogy már eleve úgy kellett volna oda felmászom, hogy ez nálam van. Oké, megint egy kicsit önző volt, és totál nem vette észre, hogy a másik meg egyre jobban csúszik le. Egy lejtőn, egyre jobban depresszióba süllyed. És megint csak a saját önös érdekeit nézi, hogy mi az Istenért nem figyelt rám meg, hogy én ott vagyok neki, meg szeretem, meg mindent megteszek. De közben meg lehet, hogy teljesen másféle segítségre lett volna ennek a fickónak szüksége, nem? Tehát, hogy... nem egészen segített neki azzal, hogy még le is cseszte itt a végén.
A fickónak inkább egy terapeutára lett volna szüksége. Hagyd békén, ordítja. Jack? János? Leave me alone! Még mindig ugyanazt ordítja. Oh no! He's being attacked by... Jaj ne, támadják azok a dolgok. Gondolom a rossz gondolatai. Tudom, hogy kell őket elpusztítani. Már csináltam ilyet előzőleg. Én most nyomjam már a flareket, és akkor azok működni fognak? Ja nem, a sárdok. Aha. És a sárdokkal kellene ezeket... Aha, igen, jó, megvan. Rájöttem. Megvan, egy darab megvan. Beszélj hozzám! Csak nem szeretnék emberek közelében lenni többé. Nem bírom többé. De az emberek szeretnek téged. A diákjaid, a barátaid, én is. Hey, ez az egész kamu. Én is kamu vagyok. Az ott baj, hogyha az oda bemegy, ugye? Aha, mert mindig visszaviszik majd. Jó, akkor ugrálnom kell kifelé. Hát azért, Bloodin, nem minden... Nem mindent old meg a Shax. Azért ez... Elég közönséges volt így, ne haragudj, hogy ezt mondom. Több magában, hogyha valaki elkezd merülni a depresszióba, akkor egy orális kielégülés nem feltétlen fogja neki azt megoldani. Mert talán más típusú gondok vannak az életében, és lehet, hogy nem a szexuális élet az, ami... Az, amiben a probléma gyökeredzik. Tehát, hogyha ha meg nem ott van a gyökér, akkor miért keresnéd abban a megoldását? All I do is hurt people. Folyamatosan csak bántom az embereket. You never hurt me. That's not true. Remember all the times I wasn't there for you. Nem emlékszel, hogy folyamatosan ott voltam neked? Ha mindig jó indokod volt rá. Nem tudtam rávenni magam, hogy kimenjek. Vagy egyáltalán kikeljek az ágyból. Oké, okay, ez is megvan. Jön az utolsó. Szóval nem vagy jól, oké, okay, ezzel minden rendben. Nem ez a lényeg. Nélkülem boldog lennél. Egyedül lennék. Nélküled elveszett lennék. Ez nem igaz, mondja János. Fekszem az ágyban minden nap, azt kérdezem magamtól. Egyetem miért kellene kikelnem? Aztán elmegyek dolgozni. Minden rendben szűnik, és aztán hirtelen gyűlölök mindent is. De hát ez mindenkivel megtörténik, még velem is, ez rendben van. Ez a dolog... Nem... Nem rólad szól. Miért nem érti meg a csaj, hogy beteg a barátja? Terapeutára van szüksége. Miért ilyen ignoráns? És erről beszéltem tényleg. Tehát, hogy... Azzal, hogy ignoráld a másik problémáit, mert hogy hiába akarsz segíteni, de nem figyelsz rá. Itt jön be az, hogy tényleg kettőtökön is múlik az egész. Mi van, ha ténylegesen nem vagyok jól? Hát akkor segítsek neked. És mi van, ha nem tudsz segíteni nekem, kérdezi. Hé, figyelj rám. I need to figure this out. Ezt saját magamnak kell megoldanom. I can't do that if you're in my life. Nem tudom ezt megtenni, hogyha az életemben vagy. You need to let me go. El kell, hogy engedj. Akkor lehet, hogy most nem is oda kéne mennem, nem? Hanem inkább a másik irányba. Mindegy, megnézzük ezt az irányt. Valószínűleg így van kitalálva, hogy ide kellett jönnöm.
I need to work on myself now without leaning on someone else. Most magamon kell dolgozom anélkül, hogy másra támaszkodni. Mindkettőnknek így kell tenni, nem érted? Kay. Nem, meg tudom ezt oldani, ne hagyj egyedül. Nézz szembe ezzel, hagyd békén. Engedj el minket, és Kay, vigyázz magadra. Hát ez aztán már a sokadik téma. Akkora volt a rosszaságokkal Teddy zsák, hogy fel is robbant konkrétan, és a Chelsea teljesen egy ilyen mental breakdownban van éppen. Szerintem idegösszeomlást kap. Nem terveztél bedepizni így szombat este? De miért tesz ezt téged szomorúvá? Vagy esetleg reflektál valamire, amire nem szeretted volna? Elment. 11. fejezet, izoláció. Mindenki elment, mindannyian tovább léptek. Rajtam kívül. Én ide vagyok beszorulva a sötétbe. A szörnyetek még mindig itt van. Én még mindig veled vagyok, mondja. Ilyen kedves. Éppen rád gondoltam. Talán meg kellene, hogy egyél. És aztán mindenki boldog lenne. Ilyen túlérzelgős vagy érzékeny vagy? Ezért nem szeret filmezni sem. Nincs ezzel baj. Ó, a víz szint emelkedik. Még mindig itt vagy velem, szörnyeteg? Mindig az oldaladon leszek, Kay. Talán igazán megérdemeljük egymást, mondja Kay. Hát ezzel, hogy a puttony szétrobbant. Annyira nehéznek érzem magam, mint hogyha a földre szorultam volna, vagy hogy mondjam, ide szorultam hozzá. Szükségem van segítségre. Lány, itt vagy még? Talán? Úgy örülök, hogy látlak. Tényleg? Biztos, hogy benne? Olyan gonosz voltam veled. Nem voltam saját magam. Mindannyiunknak vannak ilyen rossz napjai. Még nekem is. Kicsit több volt, mint egy rossz nap. Hát... Connor, hú, hogy figyelj, hogyha rosszul fordítok valamit, nyugodtan írd le a javítását, elnézést, pörög a játék, bocs. Néha nekem is lehetnek botlásaim. De a by your side az azt jelenti, hogy melletted állok. Igen, szóval igen, mindig is melletted álltam, Kay, ígérem. Mostantól együtt csináljuk meg ezt. Oké, de hogyan? Meg kell osztanunk a terheket. Kicsit könnyebbnek érzed majd magad. Megígérem. Ó, oké. Most itt át fogok tudni ugrani? Szörnyetek, engem üldöz. Ezt tudjuk használni arra, hogy... eltereljük egy kicsit a figyelmét. Aha, és akkor nem... Értem, akkor nem terhelődöm le, és akkor tudok menni utána, oké. Azaz. Lehet, hogy a költő nem így tervezze, víz az álmokban érzelmeket jelent. Sokszor emelkedő víz, akár lehet annak is jelképe. Fokozatosan túl sok lesz, minden szinte már megfulladt. Aha! Biztos így van ez. Megint itt van a szörnyeteg is a vízben. Hey, vigyenék! Üdvözöllek titeket itt mi nálunk ma este. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet. Éppen a Sea of Solitude című játéknak az szerintem az utolsó fejezetében vagyunk. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a játékot. De nagyon tömör, nagyon sok témáról volt benne szó, nagyon emocionális és...
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a vége. Sziasztok, jó estét kívánok, meséljetek, mit játszottatok ma este? Velem jössz? Lefogad, vagyis hogy gondolhatod, mármint hogy... Ah, Istenem. Nem jut eszembe a szó. Oké, ott vagyok mögötted, mondja a szörnyeteg. Örülök, hogy itt vannak. Már nem érzem annyira egyedül magam. Még akkor is, hogyha az egyik próbál felzabálni. A Valheimet próbáltátok ki? Ez nagyon jó. Én ma Captain Shirivel játszottam Valheimet az ő csatornáján. És... Hey, Kay, megcsináltad? És vagy 7 órát játszottunk. Örülök, hogy te is itt vagy. El akartam neked mondani, hogy nagyon sajnálom. Miért? Mert bántottalak, amikor hallgatom kellett volna rád. Nem, Kay. A jó dolgot tetted. Mire gondolsz? Kövess. Oké. Mindig ránk telepednek ezek a terhek. És rohadt nehézé válik a mozgás is tőlük. Most már megbízol bennem? Természetesen. Amit megtapasztaltál Jánossal, fájdalmas volt, de fontos. Tanulnom kellett volna, hát ez az egész majdnem elpusztított. Most teljesen egyedül vagyok. Tényleg? Magányosnak érzed magad? Nem tudom, hogy kellene már éreznem magam, mondja a lány. És hogy tetszett a Valheim Vigyenéknek? Kay, nem vagy egyedül. Soha nem leszel, hogyha... Ha mi? Mire gondolsz? Kay, légy már türelmesebb, kérlek. Próbálok. Mondja Kay. Már majdnem ott vagyunk, mondja a szörnyeteg. Akinek megyünk be az odvába, egyőre olybá tűnik. Remélem, a végén felzabál minket. Oda ki kell mennem. De nagyon, nagyon közel van. Mikor jönnek azok vissza? Most. Akkor... Hát nem, rossz irány, bocsánat. Jó, nyugalom. Hát talán most. Oké, ez baj. Mert ezzel nem fogunk tudni kimászni, pont akkor jöttek vissza. Grounded-nél is hatalmas volt a hype, amikor kijött. Én még mindig kíváncsi vagyok arra a játékra, mert nem próbáltam ki. Szuper produkció. Nagyon bejött, lesz folytatás. Nagyon chill az a játék. Makas 201, köszönöm szépen a követést, üdv nálunk a vészkórusban. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Olyan, mintha most te kötnéd le a terheidet, vagy ahogy mész előre. Egy kicsit most olyan, mintha igen, a lányra támaszkodnánk, és neki adnánk át a terheinket folyamatosan. Elég durva egyébként. Balra is van egy szörny a vízben. Megint visszajönnek. Még nem tudjuk, hogy pontosan mit jelképez az egész, de kíváncsian várom a magyarázatát. Sikerült feljutnunk. Szép jó reggelt, kakas úr! Megint emelkedik a vízszint. Most már egyre jobban kíváncsi vagyok, hogy mit akarnak mondani majd a végén, mit akarnak kihozni ebből az egészből. Megértem, hogyha lesz folytatás, egy rendkívül chilles játék a Valheim. És összességében egy nagyon király kis élmény. De azért nagyon necces szituációk, idegörlő szituációk is ki tudnak alakulni. Például, hogyha meghalsz a tengeren, és vissza kell szerezni valahogy az utcaidat. Ez történt ma velünk ugyanis. De szerencsésen végződött azért. És megint átadtuk a terheinket. Úgy tűnik, hogy az egy éppen szerencsés ugrás volt. Ilyenkor elviszi magával a kis csaj. Ide kellett jönnöm? Aha. Oké, itt az idő, Kay. Csapdát kell állítanunk a szörnyetegnek.
Micsoda? Nem hagyom, hogy meggyilkolja az a dolog. Csak így lehet ezt megoldani, Kay. Néha, annak érdekében, hogy meggyógyulhassunk, meg kell, tehát hogy szükséges, hogy elengedjünk valamit. Először életemben nem érzem magam magányosnak. Nem veszíthetlek el téged. Nem veszteségről szól ez, hanem a változásról. Meg kell bíznom bennük. Kell bíznom magamban. És akkor most oda nyomom az összes terhet. És felfajja a szörny. Az egyik szörny a másikat. Büdi a cica, hallom, tudnom kell, hogy mi a vége? Kislány, mindenki. Mhm, szerintem oda kell mennem. Nézzük. Még mindig nem alakultunk át emberré, nem szabadultunk meg a terheinktől úgy igazán. Hova úszik? De legalább a környezetünk már tök szép. Hová mész? Ó, itt van egy rámpa, amin fel tudnánk menni. Nem mi vagyunk a szőke is? De szerintem amúgy. Az árknál nem lett idegölő, vagy sokáig azt sem érezte, hogy hol haltál meg. Az mondjuk de szar lehet. Az tényleg kellemetlen, hogyha vissza kell menned a hulládért, mert elveszítesz utcokat, és nem jelzi esetleg, hogy hol haltál meg. Minden percben csekkolnod kell, hogy hol vagy a mapon, gondolom. Főleg, hogyha mondjuk föld alatti területek is vannak, meg ilyesmi barnangok, insták. Nem lehet egyszerű az. De nem ismerem az árkot, bevallom őszintén. Egyre kisebb ez a lány. Kitaláltad, hogy ki tud rajtad igazán segíteni? Kérdezi a szörny. Igen, most már tudom. Ez itt az összes kis szörnyetek téma. És mindenki megöleli. Most mi itt a szimbolizmus? Értem én, hogy izén nagy ölelés, meg mindjárt kicsi a rakás, de most az egyikek a szörnyetegek és a terheink voltak. A másik meg az, aki kihúzott minket a szarból. Mit akartak itt ezzel mondani szerintetek? Az elfogadást, arra gondolsz? És mit kell elfogadni, a saját magát, a problémáit? Vagy azt, hogy azt kell elfogadni, hogy el kell engednie? Önmagad elfogadása, gondolod? Megcsináltam. Saját démonaink legyőzésén csak mi segíthetünk. A végső dolog ez lehetett szerintem is, amikor azt mondta, hogy végre rájöttem, hogy ki segíthet rajtunk. De azt nem hiszem, hogy ez egy jó üzenete a játéknak, mert az ember, bár lehet, hogy végső soron csak saját maga tudja megoldani a saját problémáit, de azért az is igaz, hogy mindenkire kivétel nélkül mindenkire rohadtul ráfér egy terapeuta, de komolyan mondom, mindenkire. Úgy tűnik, hogy itt kikötött az egész család. Ó, de jó! És hogyha erre mész végig, akkor ott van a kredits. Ez nagyon kreatív. Na várjatok. Mi van, hogyha ide mászom fel, vagy... Ja, körbe kell mennem a szigeten, hogy a kredits végigolvasassuk. Ez nagyon kreatív. Ez nagyon tetszik. Jó, szerintem ez a játék tök jó volt, csak mivel indie játék, ezért ez már többször előfordult a csatornán, hogy rengeteg dolgot akartak, vagy akart a készítő nőszemély bele erőltetni a játékba, és egyébként
hogyha, mit tudom én, fél órákat haladtunk volna előre benne, akkor mindent végig tudtunk volna rágni magunkban, végig gondolhattuk volna az összes dolgot, így viszont így hirtelen szakadt ránk az egész játék minden mondani valójával, és azért leterhelő volt szerintem pszichikailag. Nagyon jó játék, felidézte a saját depressziós múltam. Elnézést, hogyha bárkiben egyébként ez a játék rossz érzéseket keltett, én úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen szeretném bemutatni ezt a csatornán, ha már ilyenkor szombatonként ilyen indie játékokkal szoktunk játszani, meg ilyen egy-egy történeten szoktunk végigmenni. Én szerintem jó volt, úgy egyébként. Tök jó témák voltak benne, de nagyon-nagyon-nagyon nehéz témák voltak benne, amiket az emberek általában szeretnek talán szőnyeg alá seperni. És tényleg nagyon-nagyon sok fontos és jó üzenet is volt a végigjátszásnak. Nem is tudnék igazából kiragadni egyet, hogy melyik volt a legjobb. A végén biztos, hogy arra élezték ki, hogy néha annak érdekében, hogy meggyógyulhass, meg kell tanulnod elengedni valamit, valakit, akármit, teljesen mindegy, hogy mit. Ó, nézd, itt meg lehet. Itt még van egy súly. Súly! Hányat találtunk meg belőle? Ritka is az ilyen mély játék manapság. Igen, egyébként. Ilyet csak az indie játékok közt lehet szerintem találni. Most lett, most jó lett így a végére, el is engedek pár dolgot. Mi volt az, ami zavart egyébként? Engem érdekel. Vagy, bocs, hogyha el akarod engedni, akkor engedd el. Akkor lehet, hogy... Ó, várj, 12. fejezet, jól érezzük magunkat. Nem igazán érzem, nem volt megoldás, feloldozás, feldolgozás. Készen állsz, kérdezik Kay. És itt jön a rendes kredits. Az a kérdés, hogy készen állsz-e megmenteni saját magad azáltal, hogy a saját terheidet, amiket végig cipelsz egy életen keresztül, hogy azokat el tudod-e engedni. Szerintem ez volt a végső mondani valója. Az elfogadás is egyébként ott volt ebben benne, de inkább szerintem a téged terhelő dolgok, felesleges terhek, stressz és minden más, ami minden nap épül rád egy ilyen páncélként, és csak terhel lefele, meg már nem tudsz lépni tőle egyről a kettőre, miközben nem veszed észre azt, hogy már rég el kellett volna engedned ezeket a dolgokat, vagy legalább néhányat közülük, hogy tovább tud lépni, hogy meg tud oldani az életed, vagy egyáltalán, hogy boldog lehess. A boldogság sok esetben egy választás. Szokták mondani, hogy minden esetben egy választás a boldogság, hogy ki mennyivel elégszik meg, és ki mire tudja azt mondani, hogy igazából én még boldog lehetnék, akkor miért nem vagyok az? És akkor onnantól kezdve, ez nehéz, de döntés kérdése sok esetben. Ebben a játékban is lehet, hogy volt egy ilyen kis háttér mondani valója ezzel kapcsolatosan. Szép speedrun eredmény. Mi? De nem volt speedrun. Vagy mire gondolsz, Ogre? Tanuljon meg meditálni mindenki. Egyébként az biztos, hogy segítene. Sok embernek egy kis meditáció sok problémát elintézni, elengedni. Az, hogy most cipőben látszódtak a lábújjak, az apró bug. Amúgy jó volt, kicsit belekarcol régi sebekbe, ha valaki beleéli magát a történetbe szerintem. Lehet. Lehet egyébként. De nem azt mondatja ez, amit most mondtál, vagy hogy mondjam, nem azt súgja ez, hogyha valamibe bele lehet karmolni még a múltból, akkor azt a dolgot nem teljesen engedted el? Nem úgy megy ez, hogyha valamit elengedtél, akkor utána már csak a közöny van utána? Lehet, hogy vannak olyan dolgok az életben, amit sosem tudunk elengedni. És lehet, hogy ezek a dolgok azok, amik egyre jobban terhelnek, amíg el nem érsz a kritikus pontra, ki tudja. Köszönöm, mert fenntartottad az érdeklődésemet, pedig kb. 2 órája terveztem aludni. Örülök neki, hogy tetszett. Ez nem én voltam, ez a játék volt inkább, szerintem. Mit kezdtem el az előbb mondani? Ja, igen. Igen, ez...
Ez egy kicsit olyan, mint a szeretet utálat téma. Tehát, hogy a szeretetnek nem a gyűlölet az ellentétje, hanem a közöny. Hogyha a másik egyáltalán nem foglalkozik veled, és nem törődik azzal, hogy bármi is van veled, teljesen leszarja, hogy éppen írsz neki, vagy gondolsz rá. Ha abszolút közömbös feléd valaki, akkor most itt arra próbálok reflektálni, hogy ez az elengedés téma, és hogyha valami bele lehet karcolni régi sebekbe, akkor azok a terhek még ott vannak rajtad, nem? Mert nem vagy velük közömbös. Ezt akartam ebből kihozni. Hogyha valamivel szemben közömbös vagy, akkor ez biztos, hogy nem fog érdekelni téged. Legyen azzal akármi is. Abban nem lehet már belekarmolni, úgymond. Szia, Szeris! Milyen volt a játék? Hát nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni róla. Rengeteget lehetne beszélni róla. Mert nagyon rövid volt, és nagyon tartalmas. Igen, ahogy Paradicsom is mondja. Tehát annyi minden végigment a kapcsolatokon keresztül. A gyerekvállalás, az anya-apa szerepe, az önzőség, az, hogy meghallgatjuk-e a másikat, a kommunikáció fontossága, nem is tudom, tényleg mindenről is szó volt hirtelen benne. Tetszett a játék mondani valójában nehéz progressz, hogy nem mondja azt, hogy létezik az ilyen dolgokra easy megoldás. Nekem biztos lesz min aggódnom lefekvés előtt. Vannak terhek, melyektől képtelenség szabadulni. Ez is így van. Ez is biztosan így van. De lehet, hogy ezzel mondjuk egy terapeuta vagy egy pszichológus mondjuk vitatkozna. Lehet, nem tudom. De jó volt a játék. Nekem tetszett. Abszolút megérte végigjátszani, azt gondolom. Nekem nem volt problémám a grafikai megvalósításával. Ez egy indie játékhoz képest teljesen rendben volt. Hát a narráció az olyan volt, amilyen. Tehát lehettek volna benne mondjuk híresebb szinkron színészek, de nem volt ezzel szerintem gáz egyáltalán. Nem voltak olyan gáz pillanatok, amikor azt mondtuk volna, hogy ó, Istenem, de rossz ez a hang most itt. Teljesen rendben volt ebben a tekintetben is. Inkább a töménysége, ami miatt azt mondanám, hogy nehéz feldolgozni, de viszont egy hosszabb játékot építeni erre meg nem lehet. Tehát tehát úgy mondom, hogy akkor meg lehet, hogy mindenkit annyira lehúzott volna, hogy nem ültek volna le az emberek újra és újra játszani egy-egy fejezetet több órán keresztül, hogy ezeket a témákat, amiket úgy egyébként is szeretnek az emberek szőnyeg alá söpörni, ezeket... Váltok nagyobb viszket az orra... Ezeket lássa, ezeket kapja az arcába folyamatosan órákon át, nem? Tehát lehet, hogy ennek a játéknak pontosan ez volt, a megfelelő hossza, mert ennyit még el lehet belőle viselni, viszont a mondani valónak a tartalmassága, a mérete, mennyisége az óriási, és valóban túl sok. És megértem, hogyha ez valakinek terhelő volt, vagy valakit esetleg le is húzott teljes mértékben. És nagyon sajnálom, hogyha valakinek emiatt most rossz kedve van esetleg. Azért jó volt ez a játék. A Sea of Solitude. Nem megyek pszichológus, az számomra abszolút értelmetlen. Ugyanoda jutok, ha magammal megbeszélem. Ebben nem értek egyet. Pont te voltál az, aki a múltkor azt mondtad, hogy más perspektívából való megfigyelések mennyire fontosak? Tehát, hogy egy másik ember más szemszögből látja az adott problémát. Lehet, hogy meglepődsz, hogyha valaki... Mond valami olyat, amit te éppen nem látsz, mert előtte tornyosul egy probléma, és nem látsz mögé. Szerintem. Rengeteg kérdés dobott fel a játék, 15 végjátszás után is lenne miről végig... Igen, lenne miről beszélni. Igen, pontosan ezt gondolom. Nagyon sok... annak ellenére is, hogy egyébként a fejezetek száma az úgy limitált, meg úgy, hogyha belegondolsz, akkor először volt ugye a kisöcsénk a bullyinggal, hogy az iskolában hogyan bántalmazták, aztán a széteső család, hogy együtt maradtak a gyerekek miatt a szülők, és aztán mégis ott a csajszi tökre magára vette, és egy teherként kezdte el cipelni azt, hogy miatta a gyerekek miatt maradnak együtt a szülők, akik egyáltalán nem boldogok, és nem szeretik egymást. Az is egy nagyon, nagyon komoly és nagyon olyan téma volt, hogy rengeteget lehetne róla beszélni, és aztán még a végén ugye ez a pasi dolog, hogy a csajszínak a barátja teljesen elmerült a depresszióban, tehát egy mentális betegséget szedett össze valahogy,
amin egyáltalán nem tudott segíteni a lány azzal, hogy próbált volna menni utána, meg minden, mert annak a srácnak nem arra volt szüksége, hanem professzionális segítségre volt szüksége. Tehát rengeteg mindenről lehetne beszélgetni, ez egy nagy 4 témakör, mert ugye ezután még ott volt a lánynak a saját problémája is, tehát mindenhol a családban ilyen leterheltség volt, és igazság szerint egyikük sem tudta megoldani a problémát, a szülők sem. Pedig ők már ugye felnőttek voltak. Vagyis hát apánk ugye azt mondta anyánknak, hogy engedje el, mert csak úgy fog ez az egész megoldódni. És akkor változtak vissza emberré, akkor jöttek le ezek a terhek róluk, amik hát gyakorlatilag állattá változtatták őket. Nehéz is jót találni. Nekem is volt, azt mondtam, mi? Nekem is volt, hogy aki azt mondta, hogy felír gyógyszereket. Szia, hello. Hát a gyógyszer az nem megoldás, a tüneti kezelés egy lelki eredetű problémára, de biztos, hogy van olyan, és nem véletlenül alakult ki az orvostudománynak az az ága, ahol gyógyszerekkel próbálnak segíteni egy-egy betegségen, mert vannak olyan mentális betegségek, amik fizikai tüneteket okoznak, és akkor csak tüneti kezelést tudsz csinálni a gyógyszerrel nyilván, de legalább mondjuk nem ver olyan szaporán a szíved, nem izzadsz, nem kapsz egy pánikroham következtében mondjuk szívrohamot, érted? Tehát, hogy arra lehet kezelés akár. Vagy szorongásra, például kedélyjavító gyógyszerek. Ha nem is gyógyszerek, vannak természetes szerek is, vannak teljesen természetes alapú szerek is, amiket lehet használni. Szóval nem minden esetben az ördögtől való dolog szerintem, amit egy pszichiáter mond, mert ugye ő az, aki a gyógyszert felírja, a pszichológus az meg, aki leül veled beszélgetni, és meghallgat, és nem gyógyszert ír fel, hanem valahogy a lelki gondokat szeretné beszélgetéssel és terápiával megoldani. Elfejtettem, hogy mit akartam mondani. Ja igen, hogy nem feltétlen rosszabb vagy jobb egyik a másiknál, csak szerintem ezek különböző eszközök, különböző jellegű problémákra. Jó éjszakát mindenkinek, aki megy aludni időközben. Túl idealizált a játékban, pusztán megbeszéléssel semmilyen probléma nem oldódik meg. Nyilván, de viszont a kommunikáció, meg azt látom, hogy legfőképpen a kommunikációnak a hiánya az, ami irdatlan sok problémát okoz, és ami kapcsolatokat is tönkretesz, hogy az embereknek egy tök nagy százaléka nem képes elmondani, hogy mi van benne őszintén. Szerintem ez egy óriási gond, mert hogyha két ember őszintén leül egymással szembe, és elmondják, hogy figyelj, én most azt így érzem, meg akár, mit tudom én, így érzek magunkkal kapcsolatban, veled kapcsolatban, akármi. Érted, hogyha tudod, hogy mi van a másikban, akkor, hogyha fontos neked az a másik ember, akkor elkezdhetsz dolgozni azon, hogy valami megoldást találj ezekre a problémákra. Hogyha vannak problémák, mert aztán az is, hogy az egyikben van, a másikban nincs. De a kommunikációnak a hiánya az egy rohadtul nagy gyilkos dolog. Az szerintem mindennél gyilkosabb. Mert tudjátok, azok ilyen kis apróbb, kis borsó szem, ami a matrac alatt ott van, vagy a párnád alatt ott van, és egy idő után akkora egy narancsnak, meg egy görögdínyének fog már érződni szerintem. Ezek a ki nem mondott dolgok, apró dolgok, és aztán hirtelen mint egy bomba akkorát robbannak. Zaher Gábornak van jó előadása arról, hogy milyen probléma a Magyarországon, mennyire könnyedén felírják a nyugtatókat. Aki nem iszik, az nyugtatózik vagy füvezik. Inkább a nyílt és őszinte beszélgetések is a változtatás. Hát, Zaher Gábor egyébként egy rendkívül, hogy mondják ezt? Nem csak, hogy képzett, de hogy képben van. Nagyon is képben van szerintem mindennel. Nagyon rendben van a gondolkodása, és nagyon-nagyon sokat tud adni annak, aki hallgatja azokat a akár riportokat, előadásokat, bármit. A YouTube-on van 1000. Tényleg nagyon sok ilyen beszélgetés, interjú, akármi van vele. Rendkívül jók. Komolyan mondom, érdemes meghallgatni. A múltkor én pont azt hallgattam meg, amikor Puzsé Róberttel, nem tudom, egy órán keresztül arról vitatkoznak, hogy a narkó legalizálása, vagy valami ilyesmi volt a téma, az is nagyon jó volt. Nyilván a cannabis, marihuana, stb. Tehát, hogy ugyanaz, de értitek, hogy mit mondok. Na,
Könnyű drogok, igen, ezt a kifejezést keresnem. Mindegy, a lényeg az, hogy érdemes hallgatni az ő előadásait is. 20 percet se bírtál belőle? Valaki nem bírja Puzsért egyébként, de most ne erről beszéljünk, hanem arról beszéljünk, hogy nyomjuk-e tovább a mai streamet mondjuk néhány kör HD-szal, vagy játsszam inkább offline, mit szeretnétek? Mert akkor viszont tartok egy kis szünetet, odarakok egy szenet, aztán majd jövök vissza egy 10 perc múlva. Szakmai érvekkel szemben Puzsér érzelmi kirohanása. Egyébként Puzsér szerintem tök rendben van, tehát nem egy demagóg ember ő. Hogy a tényeket hirtelen ilyen érzelmi oldalról ragadja meg, és úgy próbálja meg az audienciának a megítélését esetleg, vagy hogy mondjam, nézőpontját változtatni. Szia Paradicsom, szia Elmondó, jó éjszakát nektek! Na, meséljetek, mit szeretnétek? Menjünk tovább a Hadesban néhány kört, verjük el néhányszor apánkat benne, mert az is egy olyan dolog, ami funny-nak hangzik. Mert én nézni fogom. Akkor tartsunk egy kis szünetet, aztán nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni abban a játékban. Egy kis türelmet kérek tőletek, a VOD nézőktől pedig elköszönök. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, remélem tetszett a játék. Megérni ezt a játékot, ezt a végigjátszást fejezetekre bontani. Úgy egyébként szerintem témakörökre, amikről szólt, és akkor talán megérni elgondolkodni rajta, de a VOD-ot egyben fogom feltenni, szóval... Na, egyre kevesebb hangom van, itt az ideje, hogy 10 percig kussoljak, mert már órák óta beszélek, 4 órája beszélek. Egy pill, és köszönjük, hogy itt voltatok.